szeretettel üdvözlök mindenkit itt a Alacsony a Tisza Vize című kacorferi számban, bocsánat. Szóval szeretettel üdvözlök mindenkit a Fallout 4-ben, folytatjuk már is a kalandjainkat, végre letudtuk a Nuka World DLC-t, és hű, megtaláltam a Power Armort, ami itt volt fent hagyva, amikor legutóbb kicsit módosítottam a fegyvereinken, akkor ez itt maradt, aztán anélkül mentem vissza arra a területre, a Nuka World DLC területére. Na, már is beszállunk, és karácsonyig remélhetőleg sikerül annyi pénzt összegyűjtenem, hogy beszálljak az internetbe is. Azt mondja, hogy ha lefele nézegetünk, állítólag a 88-as menedék DLC a következő, amit érdemes volna megnézni, még a Far Harbor előtt, a Harbor lesz a legkirályabb DLC állítólag ebben a játékban, azt mondja mindenki, hogy az egy nagyon-nagyon jó tartalom. Mondjuk nekem a robotos is nagyon tetszett, meg tök jó, hogy meg tudtuk alkotni Svent, hogy áthoztuk a Skyrimből az agyát, ugye? Szia Venka, jó pihenés, kösz, hogy itt voltál! Nem tudom, hogy itt az északi területekre érdemes volna elmenni kalandozni. Végre kijöttünk onnan, annyira örülök neki, hogy el nem tudom mondani. Szerintem menjünk a Suffolk megyei... Nem, nézzük meg, hogy mi a helyzet a... Várjál, valami közben történt, nem? Valami történt állítólag. Segíts megvédeni a Hangman Sikátort, meg a Finch Farmot is. Hát jó, hogy ne romoljanak el a viszonyaink itt, meg a dolgok, oda nézünk, de szerintem ez olyan, hogy oda megyünk kb. És semmi nem lesz, mert minden megvan kb. Csinálva már, de még azért erre ránézünk, mert Preston Garvey van velünk. Amúgy Preston meg le kellene váltani valamelyik másik figurára, aki jön velünk, hát nem tudom, kit lehetne. Szerintetek kit volna érdemes magunkkal vinni? 2-3-at már kimaxoltunk talán. Nyitották az ajtót? Ki van itt? Azt a mindenit! Mi a fene? Meghalt az ott benn? De nézd, hogy nyomulnak a fegyverek! Jézusom! Hát itt még jó, hogy idejöttem, hogyha tudom, hogy ekkora balhé van. Őrület! Ki van még? Szia, Proflakosz! Jó estét! Szerintem nem találtam el. Kösz, hogy segítettél kipucolni őket. Jaj, ugyan már. Értékeljük a segítséget. Oké, sziasztok! Hát szerintem nem is állunk meg utani, bár ezt a legendásat érdemes volna. Ghoul, gyilkos, bőrjobb kar, meg kupakok és ezüst. Na, az ezüstöt elviszem. Ez volt az egyik, és akkor volt egy másik is ezen kívül. Ez a kepi a szénak, az abban nem lehet, hogy elrejted azt a küldetést? Nem, olyat nem lehet csinálni, pedig jó lenne, hogyha nem lenne ott. De ez tök fura, úgyhogy... Ja, mert nem raktuk be a 30-at. Amúgy akkor lehet, hogy több is van csillagmagból nálam, nem? És akkor a másik farmnak a megvédése az itt, az tönkrement, az a lehetőség, mert kettőt kaptam és egyet választhattam, vagy mi? Ugye nem mutatja, hogy a másikat is meg kellene védeni. Nincs itt sehol. Ez a romos felhőkarcoló főnyeremény. Ez miféle küldetés volt? Hát állítólag itt volna a DIR rejtek hely biztosítása. Szóval Spectral, hogy vagy mi a helyzet? Akkor megyünk, akkor nem szarozunk tovább, ennyi volt. Másik támadás már lezárult, amíg ide gyors jutasz. Az is lehet, igen. A Levendula zenekar az jó. Ó, úristenem. Jó van, hát én nem szólok bele. A DLC, hogyha körbefordulunk, erre található. Nézzük, hogy mit találunk arra. Nagyon kíváncsi leszek, mert ezt a DLC-t sem láttam még soha eddig. Most jöttem haza Melóból, már csak 3 nap és repülök Magyarországra. De minden hónapban jössz haza? Nagyon durvi. De ez tök jó, hogyha így tudsz hazajönni. Persze a repülőgép lezuhanási esélye is ugye annyival növekszik, hogy tehát, hogy itt összeszorzódnak az esélyek, erre vigyázni kell.
Ide nem ugorhatok be. Dehogy nem. Itt van nálam jetpacka, persze. Ez egy enemy, ez a slow nevű F5 mentés. Szerintem enemy. Volt. Enemy volt, amíg valaki hangtompítóval szét nem robbantotta az agyát. Sokkal nem az esélye autópályán karambolzom. Hát ja, ezt hallottam én is. Gondolod, hogy elrejtőzhetsz? Amúgy, te rejtőzöttem, majom. Te rejtőzködtél, de megint lesz egy szintépésünk. Ne is legyen soha ilyen, persze, hát. Iszonyatos, én soha nem repültem még. Szia Dark Demon, jó pihenést, kösz, hogy itt voltál. Kitartást a holnapi munkához is. Én biztos, hogy nagyon félnék. Szervusz, Jax Commander. Mit változott a frissítéstől a Fallout 4? Azt javaslom, hogy nézd meg egy patch notes-t, az sokat segít ebben. Nyilván én fejből nem tudom neked felsorolni az összes változást a játékban. Az a legjobb, hogyha megnézed a patch notes-t, és akkor abban látod, hogy mi minden változott meg. Az enklávé megjelent. Vannak újabb küldetések. A konzolosoknak lett leginkább nagy változás. Ők azok, akik... ott van az új szint. Ők azok, akik talán sokkal többet érzékeltek mindebből az egészből, mert nekik egy kicsit next-genesítették a grafikáját a játéknak. Még egy gép sem maradt fenn. Ezek közül nem. Ezeket csak felküldik, de hamar leszoktak azok jönni onnan. Az kicsoda? Az egy testvériség? Igen. Ha, megőrülsz. És a Verti Bird-el itt segíteni próbálnak? A Istenem, mindig próbálnék úgy célozni, hogy könnyebb legyen, aztán megbánom, mert csak ütök egyet. Hát ennyi nagyjából, amit itt láthatunk. Egész estés Fallout lesz? Igen. Most kezdjük a második epizódot éppen. Hát 0 óra 20 van, szerintem még egy 2 órát biztos, hogy beleteszünk ma este. Nem tudom, hogy mennyire hosszú az a DLC, ami most vesz éppen kezdetét, de hát nyomjuk, aztán majd lesz valami. Azt sem tudom, úgyhogy merre kell mennem, mert most csak idejöttem a menedékhez, és csodálkozom rajta, hogy itt vannak a Brotherhood of Steel-es fiúk is. Lillian nem, hát te még nem alszol. Van bent senki, de jó, hogy bejöttünk. Kis munícióért úgy érzékelem, tele vagyunk, nagyon jó. Ezek a 44-esek, ezek jól jönnének, hogyha használnám is őket, ugye? Még azt hiszem, hogy a 9-es slotom van. Ez a shotgun, amit még életemben nem használtam. De lehet, hogy erre is rá kell mennünk. Ott zuhan a Verti Bird. Na, a sas leszáll, helyes. Ideje volt. Amíg tart a szivarom, addig tuti maradok. Na, hát akkor kemény szívogatásokat kívánok neked. Szivarkázások meg ilyenek. Az nem kemény dolog szivarozni amúgy? Szia Lilian, nem há? Jó pihenést. Örülök, hogy itt voltál és fel a fejjel. Kitartást kívánok neked. Indulok már? Nem akartalak persze elzavarni. Volt egy uzsi doboz. Volt benne egy műanyag villa. Én is neked. Én itt pipázok, hát gyújtottam egy pipát. Cikszalagot inkább elvisz. Ez is van benne, jó van. Mindig ez van, hogy az összes felesleges lútot viszem magammal. Le kell, hogy jöjjünk ide, szerintem itt lesz az, amit keresek. Meg itt a környéken lesz majd még felfedezni való, hogyha jól látom. Be kell mennem ide, ebbe. Állítólag erre felé van valahol. 88-as menedék. De nem kéne, hogy elindítsanak valami questen. Nézd, mennyi emberi hulla. Wow, ezek telepesek mind is. Aztán nem jóján. De ezek le vannak mészárolva. Szó szerint mindenki, nézd meg. Ezt a Radixet még elviszem. Tele vannak fejetlenül az összes. De mi okoz ilyen pusztítást? Rajtam kívül persze.
De szép ez a kokpit. Ami megmaradt, itt van az ajtó, talán is. Szofogassad, faszkalap! Hagyjál már te is békén, hát hallod, hogy pipázom, nem? Aha! Itt megy befele... Ah, ez az, ez lesz az, amit kerestünk. Jaj, te ismered a Fallout 4-es Vertibird-öket? Nem csak a férfiak, hanem a nők és a gyerekek? Kimaradt az állítmány ebből a kérdésből. Mármint, hogy ők meghaltak odakint? Igen. Elég legyen, mondja valaki. A menedéki ajtókat egy közvetlen atomcsapás kibírására tervezték. A létesítménybe való betörési próbálkozásaitok nevetségesek. Ennyire jó ez a shotgun, látod? Szart nem ér. Jó, most lehet egy kicsit távolról tizelünk vele, de... Mindegy, hát megcsinálja a dolgát. Mondjuk, hogy miért van rajta távcsövem? Hát, mindegy. A pontosságon próbáltam javítani közeli range-be is. És akkor ezt nem fogod tudni kinyitni, amíg ki nem lépsz a Power Armor-ba, ugye? De, megnyomtam a gombot, nem kellett aktiválni, jól van. Mi, neked van egy pip-bolyod? A Voltektől vagy? Végre eljöttetek megmenteni engem. Kérlek, egy hegyomlásnyi törmelék mögött ragadtam. A szabadulásom kulcsa az, hogy a műhely működőképes legyen. Először old fel a biztonsági lezárást, és menj a reaktorterembe. Jobb élet a föld alatt. Már most látom, hogy gúlok vannak bent. Nehéz volt fenntartani a hitet, olyan sok év telt el itt bezárva. Ez a shotgun lövés, ez a gúlnak legalább jót tesz. Ez ezt megcsinálja. Ott kell feloldanunk, az jó. A nagy meló készen áll, hogy elkezdjük, mondja a Pip-Boy láda. Pip-Boy felvétele. Mit csinálsz? Pip-Boyokat lehet innen belülről. De hát abból mit fogsz csinálni? Hát... Miért veszek fel? Adjak egyet Preston Garvinak. Hallod Preston, nézd. Igen, hallom, hogy van valami odakint. Van, igen. Van egy cégünk, mondja Preston Garvey. Még egy a polgárőröknek. És jönnek. És meg sem állnak. Itt az idő, hogy használgassuk ezeket a söréteket, mert máskülönben örökre rajtam marad az összes. Mondjuk lehetne energialövedéket is pergetni, nem mondom. A volt lakóknak lehet adni pip-bolyokat. Szevasz, Jai! Jó pihenést! Örültem, hogy láttunk ma is, természetesen, és köszönöm szépen a raidet! Csodaragasztó ezüstmedál. Nézzük, hogy kik laknak ide lent. Jobb, ha spórolunk a rőszer. Látod, hogy mennyi van már felhalmozva? Megjavított asztali ventilátor, a tisztított vizeket elvisszük. A biztonsági terminálba belenézünk. Szevasz, Sosnon, mi a helyzet? Zárlat feloldás. Találd meg a vezérlőkártyát, ez a következő feladat. A reaktorteremben. Jó, oké, értettem. Nem tudom, hogy hol van innen a felirat, de mindegy. Bizalmas feljegyzések. Október 23. Nukleáris detonációs esemény észlelve, automatizált voltak vészhelyzeti lezárási procedúra, gondolom aktiválva. Barstow holnap megérkezik, még egy bemutatósó, a bejárat végre rendesen elkészült, szóval hogyha hoz VIP-ket mindaddig, amíg azon a részen maradnak, úgy fogják érezni, mintha igazi menedék lenne. Kiderült, hogy az építkezésen dolgozó fiúk nem is olyan rosszak, volt egy barátságos póker játszmánk, dolgok jelenlegi állása szerint még egy jó ideig itt lesznek. Kaptam meghívást valami Halloween partiba, Isten tudja, jól jönne errefelé egy kis izgalom. Végre van valami biztonsági rendszer. Tudom, hogy a bejárat csak parasztvakításnak van még, de ha Barstow folyton idehozza a fejeseket, az én hátsóm a hát annak a rovására megy, ha valami balul üt ki. Az építkezésen dolgozók folyton az új biztonsági intézkedések miatt zúgolódnak. Nyavajogjanak csak nyugodtan, amennyit akarnak. Aha, szóval akkor ez egy befejezetlen volt.
És akkor itt ragadt bent valaki. Ez egy ilyen kiállítás lett volna. Nem voltam teljesen bunkó, köszöntöm, amikor jöttem. Utána egy csendes módra váltam, pihentünk, szerintem kellene még egy hét, hogy eredményeket is. Na! Hát, általában azt szokták mondani, hogy nem egy hét kell meg egy nap pihenni, hanem általában 3 hét kell. Uha. Csak azt gondolom, eléggé nehéz megoldani két dolgozó felnőtt ember esetében, hogy 3 hétre kikapcsolódás legyen. Arra fogunk lefelé menni, lehet, hogy annál van a biztonsági kártya. Tök jó, hogy ezeknek van még fogkrém. Ez Anderson. Anderson pontosabban. Anderson. Nem. Anderson biztonsági mérnök. Darabokra, cafatokra lőttük szét. Fagyos rakétavetője van. Ez lehet, hogy nem is szó. Ezt miért vettem el tőle? Nem vettem el. 10 kilo damage-et okoz, kritikus nátak esetén megfagyasztja a célpontokat. Ah, ez jó drága cucc is, ráadásul elviszem. Dreadlord 16, nagyon szépen köszönöm a feliratkozásodat, köszönöm szépen a megelőlegzett bizalmat itt a csatornánkra, remélem, hogy megtalálod a neked való tartalmakat, amik tetszeni fognak itt nálunk, és tényleg nagyon hálás vagyok. Nagyon sokat jelent, hogyha új emberekkel bővül a feliratkozók köre, tényleg nagyon szépen köszönöm neked, remélem, hogy jól fogod itt magad érezni. Megtaláltuk akkor, amiért jöttünk, most tovább megyünk. De most az omlás, az hogyan fogod leszedni onnan? De hogy ez egy műhely? Aha, megjavította, tüntesd el a törmeléket. Wow, hogy ezt így kell? Akkor kiássuk, ugye? Átrium padló. Nem, azt nem veszem ki. És ott van bent a nő. Ez tök durvi. Még soha nem láttam ilyet, reflektor, az maradjon. Barstow felvigyázó. És a ghoul haverjai a háttérben. Nagyon adja a tartalom, örülök, hogy így van. Szia, Seris! Hogy vagy, mi a helyzet? Hello! Nem az vagy, akire számítottam. Van nálad egy pipboy? Egy menedékből való vagy. De nyilvánvalóan nem a Voltek küldött. Mit csinálsz itt? Miért segítettél? Hát... ez volt gondolom a helyes döntés. Micsoda kötelesség tudat, dicséretre méltó. A nevem Valerie Barstow. Én lettem volna a menedék felvigyázója. De kérlek, kövess, van egy ajánlatom számodra. Nehéz 200 év volt. De megmutatták a büszkeségemet és az örömömet, a menedékemet. Aztán a földrengés, a szirénák, sokan meghaltak. Talán szerencsések voltak. A sugárzás valahogy engem megkímélt. Juliet meg kell ölni? Jézusom! Jézusom! Ne, várj! De... Preston, megölted a barátját. Sajnálom, az építőmunkások nem jártak olyan jól, mint én. Engem ugyan sohasem bántottak. Valószínűleg az a legjobb, hogyha megszabadít őket... szenvedésüktől. Aha, jó, akkor megkaptuk az engedélyt. Öld meg a vadgúlokat. Addig te egyél ilyen rágógumit, jó? Meg fújjál ilyen lufikat belőle. Hát akkor én tulajdonképpen ide lentre takarítani jöttem. Szia, Whispering, jó pihenés neked. Jaj, hát gondolom, hogy 3 hetet nagyon kevesen engedhetnek meg maguknak, hogy egyben kivegyenek annyi szabadságot. Szerintem nekem volt olyanom egyszer, hogy sikerült, de az csak úgy, hogy valami összecsúsztak az ünnepek. Nem tudom már, hogy hogyan. De úgy jöttek ki az ünnepek egymás után, hogy viszonylag kevés szabadság kivételével, mit tudom én, kivettem 10 napot. És akkor majdnem egy egész hónapot voltam otthon. Az irodából. Persze ahhoz rendesen elő kellett készülni mindennel, hogy el tudjak azért jönni. Csoda volt, hogy megengedték, de volt ilyen, az nagyon-nagyon jó volt. Na nem, mint hogyha elmentem volna bárhová is. De attól még a lehetőség megvolt rá, nem? Nem csak semmi, holnap már lehet, hogy nem kell tudórázni, örömteli pénteknek ígérkezik, cserébe legalább főni is látja, hogy mi van.
Meglengettek előttem lehetséges poziváltást felfelé. Te szarsz, de hát te évente kétszer váltasz pozíciót. Te vagy a céges kaméleon, nem? Azt hiszem ezzel megvagyunk, ami volt itt feladat, mehetünk már is vissza. A lopakodásból még ez a shotgun is egészen jól ellátja a dolgát. Mi lehetett ez vajon? Ez valami... Hát ez egy ilyen reaktor kezdemény? És akkor vadgúrok ide voltak bezárva meg minden. Akkor azért élték túl? Aha. Megpróbáltam kiásni magam a bejárathoz. Az irányító panellel minden más lett volna. Egyszerűen túl sok volt a törmelék az eszközöknek. De a munkám éltetett. Ja, hogy ez itt az életem munkája, ennyit írt. Dr. Brown valami nagyon fontosabb bízott meg néhány prototípussal és a hozzájuk tartozó kísérletekkel. De ahogy látod, a dolgok nem alakultak a tervek szerint. Hűha. Mik ezek a kísérletek? Zseniális berendezések, amik növelni fogják a közösség egészségét és a hatékonyságát. Ezek egyértelműen prototípusok és lehetnek hibáik, de minden probléma kijavítható kemény munkával. Ki ez a Dr. Brown? Brown. Szociális megőrzési terv feje. Ragyogó tudós és adminisztrátor. És nyilván halott. Szörnyű veszteség. Úgy hangzik, elég durva időszakon mentél át. Rengeteg sötét napon volt idelent és kétségbe esett, de a munka miatt mindig kitartottam. Ennek a menedéknek hatalmasnak kellene lennie. Megbízható tudósokkal és alárendeltekkel. Látom a lehetőséget, annak ellenére, hogy hogyan alakultak a dolgok. Dolgozunk együtt társakként. F5 mentés, pénzkérése. Ha annyira szükséged van rám, tégy róla, hogy megérje. Nem egy zsoltos keresek, hanem egy társad. Aha, majd mindjárt kiderül, hogy mit keresel. Hatalmas cég előnye, hogy poziból nincs hiány. Még mindig elég egyedi skillsettel rendelkezem, ezért sok csapat fogad, szívesen bírnom kell a melót. Hát nagyon durvi. Te leszel a vezérigazgató 10 éven belül. Hogy érthető, hogy meggyőzési kísérlet sikertelen? Ez nem tetszett Prestonnak, hogy meg akartam győzni és pénzt kértünk a nőtől? Nem értem. Na ugye? Amit én akarok, az egy társ, de hogyha a pénz meggyőz, hát tessék, fogadd el, megegyeztünk. Háború előtti pénz, 115. Ezen gondolkodtam, igen, hogy ide el volt zárva, akkor neki nem lesz kupakja. De nem baj, az jól jön nekünk, mert szövetet szerintem tudunk belőle csinálni. Oké. Kezdjünk is bele. Nem kezdhetünk egy felvigyázói asztal nélkül. A kísérletek futtatásához az asztal terminálján lévő információ kulcsfontosságú. Megbízlak a menedékünk jövőjével, a 88-as menedékével. És akkor most építsd meg a menedék felvigyázói asztalát. Tehát akkor ez arról szól, hogy építkezel ez a DLC? Hát én azt hittem, hogy ennek itt valami komoly sztoria lesz, meg ilyenek. Tehát akkor tulajdonképpen csak annyi a dolgom, hogy szétszerelek mindent, amit találok. Mindent? Vagy azt vissza kéne csinálni átriumpadból, meg barátom? Mindegy, hát figyelj, hát szétszerelünk itt mindent, amit érünk, meg amit látunk. Műanyag tárolók, úram, atyám. Na, ezt szállíthagyom inkább. Hát ez komoly. Igen, Nukaverdet fikáztad, most rájössz, mi az unalmas DLC. Nincs ezzel semmi baj. Fogalmam nincs, hogy hová megy ez az egész, hát ez tényleg csak annyi, hogy építs meg. Mega rakodó volt valamikor. Aha, és hogyha nyomsz egy entert a speckóban, kiválasztatod azt a vonatot, hogyha elpusztítod. Hát gondolom, hogy a vonatoknak nincs helye, nem? Sínek kellenek. Mondjuk ennek a sínek hosszán moccana. Máv állítólag. Hát, darúgépezetek. Reaktor maga, aha, rengeteg nukleáris hulladékkal. Tanítható olajfolt a mamádnak. Itt ezek a vasúti sínek, ezek kijönnek. Aha, alakul. Látszik, hogy a törmelék elpusztításával rögtön egyedi irányoknak lehetsz ott tulajdonosa. Mint ha lomiznál? Hát kb. Ha
van benne egy olyan érzés, az fix. Ezt a dombot nem tüntetteted el? Ennek a DLC-nek semmi sztoria, itt csak jobb gírt tudsz magad. Tényleg? Lehet jobb gírt craft? Azt a mindenit, mi lett itt felizélve? Hát akkor ez ennyi volt a sztori, ugye? Hogy nem fejezték be, a gúlok itt ragadtak, és hogyha összekulárézol itt mindent, ide lehet betenni jeladót, átriumi oszlop. Ja, akkor gondolom itt úgy kell megépíteni, hogy a csarnoknak több szintje legyen, ugye? Barátocskán. Hát nem hiszem, víztorony. Azt gondolom a vizet adja. Vízellátás nulla, akkor nem adja. Szevasz, Raplis. Lesznek már jó kísérletek, annyi az érdekes ebben a DLC-ben. Aha. Azt még ott úgy gondolom, hogy szétszedhetném talán. Ja, de minek? A célért. Gulcsaj, adhat questeket majd, azt hiszem. Aha. Hát, az nem baj, hogyha összetisztogatjuk a környéket, meg vissza. Kiszedjük a sineket innen. Ezt amúgy át lehet helyezni, ugye? Aha, és akkor hozzá csatolhatod. Ja, nem jóját. Hát, pedig én fel voltam készülve, hogy most jönnek el azok a tartalmak. De ezek szerint a Fallout 4-nek a DLC a Far Harboron kívül azért annyira nem voltak jók. Most jól érzékelem, hogy azért nem ez a ne további a DLC-zésnek. Na hát acélból most már van nálunk, legalább az annyi szent. De ez a víztorony is teljesen felesleges, hogyha nem ad vízet, akkor minek van? Jó, talán ezen megvolnánk. Hogyha ezt megépíted neki. Akár ide is rakhatom rögtön elé. Így. Finally. Végre, azt mondja. My overseer's desk. And a proper Voltec terminal. Felvigyázói asztalon megfelelő Voltec terminális van. Nem tudom elhinni. Ennyi idő után. After all this time. Hogy ezt ő miért nem tudta megcsinálni? Mi az, ami nekem van, meg neki nincs? És akkor látod, van egy kis házi állatod is ott a lábadnál. Rá tudod tenni a lábadat. Jézus. Fúj. Egy hullám fog a következő 200 évben taposni. Jó kis XP farm, tonylányi nukleáris hulladék. Aha. Hát most level 71-en már nem tudom, hogy 72-n. Kérlek, nézd ezt el, nekem olyan régóta vártam. Ja, hát semmi, kattingass csak. Hát én addig itt nézelődöm. Preston, milyen szép a ruhád, nem? Igen, igen. Ennek a medéknek nagyon specifikus lakókkal kell rendelkeznie. Emberkísérletekhez szükség van tökéletes tesztalanyokra. Emberkísérleteket akarsz itt végrehajtani? Keressünk egy kísérleti patkányt. A Voltec kézikönyv megtiltja a felvigyázóknak annak a szónak a használatát, mindegy, hogy mennyire is akarja. Kapcsolod be a menedék rádió jeladóját, a felszíni emberek nyilván mindent megtennének, hogy menedékben élhessenek. Aha, nyilván. Amíg várunk, hogy a hírünk elterjedjen, talán kihasználhatnád az időt, hogy felfedezd ezt a helyet? Ha el tudnád takarítani a törméket, már megvan. Bármilyen anyag vagy felszívés, ami épségben marad, hasznos lehet a kísérleteinkben. Azt a mindenit, és akkor kapcsolt be a jeladót, ami állítólag lehet, hogy kívül van innen. Azt láttam, hogy igen, vannak arra szektorok. Talán erre felé van, ugye? Aha. Na hát, mennyi rágógumi van. Ezen élt. Fedezd fel a 88-as menedéket, kapcsold be, és utána mehetsz. Nem takarítottad még közel sem a romokat. Rengeteg van itt még. Igen, azt mondod, hogy a másik irány is. Kapcsold be a Voltec műhelyet keleti, északi, északkeleti szektorokban. Ne csináld. Akkor itt tényleg nagyon sok minden van. Tempines menedéket támadják. Aha. Hát most ne haragudjanak, de meg kell, hogy elégedjenek azzal a védelmi rendszerrel, amit felépítettem oda nekik. Mondjuk az érdekes volt, hogy ott a városon belül mik peregtek. Mondtál, mit használjak, Preston?
hova célzol? Láttad, hogy felfele nézett? Hát jó. Ja, igen, erre már nem lesz szüksége, szerintem sem. Ezt a kristálylikőrös üveget szoktátok mondani, hogy mindig vigyem magammal, meg ez a 10 mm-es lőszer, hogyha itt jönne még több, keleti szektor voltak vezérlő kártyája, akkor ezeket a kártyákat kell gyűjtögetni. És hogyha bejössz ide itt is törmeléke, nem. Nem, itt nincs nekem olyanom, hogy el... Vagy lehet, hogy kibővítheted itt, tehát a műhely az idáig is el fog jönni majd. Tehát akkor miért nem ismerem fel a műhelyet magát? Műhelytet. Egyszerű azért, mert nem előttem van. Azaz, igen. Úgy még ezek a csicskarákok is itt vannak. Legendás albinó. Meg egy fénylő Meyer... barátoskám. Jó napot kívánok, most ébredtünk. Én is így szoktam felkelni amúgy. Ilyen hangokat szoktam kiadni közben. Sugárzott hadipuska. 50 sugárzási damage-et okoz. Ez nem rossz, mert ez megvan nálunk duplázva, de... 45-ös lőszert használ. Szintet léptél? Én? Mikor léptünk szintet? Elég régen, hogyha már itt a 73-as szint van. Mire nyomjunk? Társa több sebzést okoz a harcokban, nem tud megsebezni téged. Miért jelenleg meg tud sebezni minket a társunk? Robotot támadásra is tudod használni. Kilőheted esetleg a fúziós magokat. Ilyen ultimate talentjaim nincsenek, de nem is érzékeltem azt, hogy kellenének. Bármilyen gyilkosságnak a VAT-esben 15% esélye van arra, hogy minden akciópontot visszatöltsön a kaszás álmok futása. Hát lehet, hogy a lakra rámehetnék még. De nekem az is tetszene, hogyha vérfürdőt okozunk az átterjed a közép, tehát hogy a mellette lévő célpontokra is. Vagy lehetne tovább menni a HP ágon, vagy mit tudom én, erő, hogy még több cuccot tudjunk magunkkal cipelni. Nagy ágyús, hogy ki legyen húzva a nehéz fegyverzet damage-e. Itt van a teherbírás. Ezt mennyit nyom rá? Túl vagy terhelve a futás 50%-kal kevesebb akciópontba kerül. Jól van, nagyon jó. Titokzatos idegen. Amikor megöl egy ellenfelet, esélyed van arra, hogy a kritikus szintet vagy a kritikus mérőt feltöltődik. A kövi szintjében nagy eséllyel a kritikus mérő is feltöltődik. Aha. Most az előző szint az nem az, hogy a... Aha, ez mindig a kritikál. Jó, 15%-kal többet sebzel a vérfürdőben. Nem. Most tartunk ott. Aha, és akkor a szétrobbanás. Az lesz a kövi szintünk. Szerintem erre rámegyek. F5 mentés. Nem tudja, hogy itt vagyok. Na, ne szórakozz, hogy ekkorát vertünk oda. Wow. Hát ez egy kis mobnak számított, nem? Ez a királynő. Én azt hittem, hogy... Hát, na mindegy. Ezek szerint tényleg nagyon durvák vagyunk már így a level 73-on. Most aktiváltunk egyet, és akkor gondolom, hogy itt meg tovább kellene menni és nyitogatni a különböző tunnelöket. De most ez már egy teljesen másik zóna, tehát amit itt pakolsz el, az csak ebbe megy bele, és ezek nincsenek összekötve, ugye? A jeladót aktiváltuk, meg kell várni, amíg valaki megérkezik, és gondolom, hogy ez scriptelve van, és csak akkor fognak megérkezni a tesztalanyok majd, hogyha ezeket a részeket felfedezed időközben. Hát nem mondom, ez tényleg... Ez ilyen szöszmötörős DLC. Tehát, hogyha valaki nagyon szereti az ilyen dolgokat, akkor biztos, hogy különböző érzéki örömöket okoz neki, de hogyha meg nem vagy annyira az építgetős ebben a játékban, akkor rendesen rászívsz ezzel. Jó, persze, igen, nem muszáj minden DLC-t teljesíteni, tehát, hogy nem egy kötelező dolog ez. Szükséges a Voltec vízpumpához 100... Mennyi? 20 áram? Hát és hogyha áramot akarnál ide letenni, akkor mi lenne? Generátorok? 16 darab kicsit. Ebből egy 6-ot egymás mellé, vagy 7-et egymás mellé teszel. Közepesből egyet tudsz, van nagy generátor, 10 termelése. Csavarok kellnének még. Szélmalmokat betegyek ide. Fúziós generátor. Ez 100 energiát termel. Nagyon komoly, soha nem láttam még ilyet. Ha lenne még nálam kristály, meg csavar.
Voltek reaktort is lehet csinálni? Szuper reaktort, na ne szórakozz. Egy ilyet kellene csinálnunk otthonra, nem? Hát mondjuk minek? Hát igazság szerint semmire nem kell. Hát én ilyen 6 darab kicsit lerakok, aztán majd akkor örömködünk. Csak azt sem tudom, hogy hova rakjam le, hogy ez... Egyáltalán hova kötöd be ebbe? Te figyelj, én nem tudom, lehet, hogy hülyeséget csinálok. Kéne próbálni valahogy néhányat egymás mellé kötni, ugye? Igen, hetet. Hát de... De szépen duruzsoltak! Oda miért nem megy el? Hát oda kell bekötnöd? Aha, oda fentre. Kell valami átjátszó ennek? Oda kellett volna végig leraknom. Szia, Atak helikopter, hogy vagy, mi a helyzet? És hogyha itt nyomsz egy ilyen scrollolást, lehet, hogy eltalál hozzá. Kell valami oszlop, ugye, ami átviszi a kábelt neked. Egyáltalán miért csinálom ezt? Hát mi szükség van nekem erre? Nem hiszem, hogy a vízbe. Jaj, tudod mit, hogy ezt a... Azt hiszem rájöttem, hogy mit akarnak tőlem, persze. Hát, hogy fából csinálják neki padlókokat, ugye? Aha, majdnem. És hogyha ezt magasabbra vennéd, akkor... Ha valószínűleg ezt így kell. Segíts a felvigyázónak a jelöltek interjúztatásában. És akkor most át kell hoznom az összeset ide, és hogyha ide lerakod, akkor át tudod kötni. Olyat tudnak csinálni, hogy mindig eljönnek a különböző... Várjál, ez tab, elraktározott, igen. Tehát, hogy átmennek az itteni lakosok egyik izéből a másikba, a szektorból, mert... örülök neki, hogy éjfél után kezdtünk ennek neki, mert ez tényleg olyan lesz, ami szerintem senki számára nem lesz látványos, hát itt tényleg izé építkezésekben vagyok benne. Aztán lehet, hogy ki is jövünk fél úton, hát lehet, hogy nem fogunk elszorakozni olyan sok időt, amennyit igényelne tőlünk. És akkor ezek közül ugye le van téve egy jó néhány. Na, és akkor működik a vízpumpa. Lehet, hogy ez kipumpálja innen a... Nézd, megy lentebb a víz, esküszöm, nem? Jaj, de lehet, hogy majd csak vissza kell jönnöm, de olyan, mintha mozogna lefele a víz. Nemrég értem az a baráti iszogatásból, pizzázásból. Milyen pizzát ettél, volt rajta ananász? Elméletileg ezzel a résszel meg vagyunk, húzzunk azonnal vissza. Kéne keresni a másik irányt. Ananász a legjobb a pizzán. Nem, úgy jó, hogyha van egy ananászod, és akkor a pizza az így rajta van. Felvigyázó az már ott van. Ezt gondolom nem tudom ellapátolni, ugye? Nem, ezt nem lehet. Tudom, mintha két irányba is lehetne menni erről a részről. Haver. Jól néz ki, nem mondom. Visszafele szarabb lesz majd a közlekedés. És akkor itt nyilván lehetnek gúlok is mindenfelé. Földi kutya van a földben. Ja, hogy az a kiálló része volt? Szegény. Gondoltam, hogy nem lesz jó, hogyha itt hagyom élősködni lent. Inkább trappoljunk, ott is van egy. Nyomod, Preston, nyomod. Ezek durva állatok. Hova lett? Igen, igen, vágom. Kiharapja a lelkedet.
Még jó, hogy shotgunnal jöttem rájuk, nem? És hová esett a legendákó? Ez széftörő szintbalkar volt benne, aha. Megnöveli a tökéletes zárfeltörésednek a méreteit. Bárcsak minden méretet megnövelne. Azért szentségtörő nem vagyok. Kolbászos vagy már. Jaj, te ilyen... Mi vagy? Ilyen magyaros pizzás. Jó van, egyszer-egyszer belefér, de az ananász nem pótolja semmi. Kriogén, gránát, a radixot elvisszük. És úgy néz ki, hogy itt van még egy átjáró. Tényleg gusztustalan nagy egy rész ez. Miért csináltak egy ilyen DLC-t? Nem értem a miértet mögötte. Miért van ilyen DLC? Na ugye. Én bízom a moderátoraimban, nem véletlen van ez így. Hát itt most valamik előjöttek már megint. Észlelnek, de nem látják. Hát hogy is látnák? Hát nincs szemük, de 41 XP-t ad a rabja. Iszonyat szétlövések peregnek. Csodragasztó az jól jön. Ez is étkező, anál. Ott van a vezérlőkártya. Nagyon jó. Most meg kéne keresni, hogy hová kell ezt beilleszteni. Hallottam még. Ott van. Ne, esküvő, hogy jó az a shotgun. Legalábbis itt ezen a szinten jó. Amúgy meg nem használtuk még kb. Sehol sem ezt a játszás során. Van még alattam valami? Igen, van még mászkál. Döglégy hús. Mondom, ide a leghasznosabb dolgokat zárták be, ugye? Ami az építkezéshez nagyon jól jön neked. Remélem, hogy erre kell menni. Ez mi? Ez egy ajtó? Ezt el lehet bont? Nem. Nem, de lehet, hogy majd el lehet, amikor majd megleszünk itt a... Aha, és ott van is fent valaki, jól látom. Egy lesvadász. Na, minden nem lősz át. Kell, hogy legyen itt egy ilyen terminál, mondd már egy műhely. Egyik mob 240 XP-t adott itt, de ez hogy lehet? Miért? Teljes mértékben nem áll össze ez a kép a fejemben, hogy... Hú, mekkora ez a részte. Azt, ami ott van lent. Akkor gondolom, hogy az kell nekem, ugye? Tejfölös alap, csirke, ananász, kukorica, krémsajt, korongok. Krémsajtból korongok, azt hogy formázzák úgy meg neked? Megvan az északkeleti szektor. Hát én itt ezt most el nem kezdem összeizélgetni nekik. A következő az meg... Hát lehet, hogy mégis... Ez bontható? Nem. Aj, mit mondtam, hogy nem csinálom meg, és mit csinálok? A betonot szedem fel. De legalább utána látni fogjuk, hogy merre kell menni, nem? Doboz, szigi, pattintós, van itt minden, motor is van. Nagy szerszám készlet. Na jó, menjünk, húzzunk innen, túl jó ez. Klasszikus pizzarajongó vagyok. Vagy fogyasztó. A szalám is. Ez tudod, hogy a klasszikus pizza az a... Semmi nincs rajta, csak egy kis paradicsom, meg egy kis sajt. Legalábbis én így tudom, hogy az eredetiben nem volt még hús sem kb. Remélem, hogy erre kell menni. Ja, és ha, de ennek nincs meg a izé, nem? Vezérlőlapja, ja. És akkor találd meg is bárhol lehet. És akkor elindítunk egy ilyen tű a szén a kazalban epizódot, ugye? Bár lehet, hogy arra van lent, mert nagyon máshol, hol keresnéd. Á, menjünk arra. Ez bárhol lehet, és úgy néz ki, mint egy ilyen katonai biztonsági bigyula. Ez jó ez a láda, viszont ez tetszik ez a design. Represton, hallott, keressük. Kemény észlelések. Nincs hangom, bocsánat. Nem, szerintem erre kell lennie amúgy.
Szerintem erre kell lennie. És akkor ide még egy metró is lejött. Ide dugták el. Hát ezt mikor találtam volna meg? Kinyitja a tüzet. Legendás összeesett, elszínesedett. Ufat fénylő. Van itt mindenféle. Azt hiszem meg vagyunk. Auto stim szint balláb. Már nem igényeljük ezt. Nem is láttam, hogy mennyi XP-t nyertünk ezáltal. Cigarettagépek. És hogyha itt megkeresed a feljutást, akkor hová visz? Ja, sehová, mert innen be van omolva. Ah, tehát akkor innen le lehetett volna jönni valamikor, aztán... Hát, az a lehetőség elment. Ez egy másik irány, megint? Ja, de ez felfele megy, lehet, hogy leugorhatok majd. Itt vannak a kis barátaink. A költő anyja. Azt szeretem, aminek tejfölös alapja van, rajta lilahagyma, csirkehús, szélében is sajt van. Én nem szeretem a csirkehúst valamiért a pizzán, én nem tudom, hogy miért. A múltkor rendeltem egyet, megettem e-mailámmal, de... Hát... Valahogy nekem... Nekem az annyira nem adja. Mondjuk én eleve olyan vagyok a csirkehússal, hogy nem mindig esik nagyon jól. Tekintélyes vadászpuska, na ez jól néz ki. Ez jól néz ki, 308-as lövedék. Ezt lehet, hogy elrakom. 25%-kal nagyobb damage van benne végtére is, miért ne? És ez a 25%, ez hozzáadódik a bónuszhoz? Vagy erre még rájönnek a te bónuszaid vajon? Erre kíváncsi lennék, hogy hogy számolja. És ez lenne a másik irány. Hú, de akkor hogy megyek vissza oda? Álljunk csak meg. Ott az a redövény, meg ez a steampack, az még jól jön. Hát remélem, hogy át tudok itt valahol menni, mert ez... Ezzel most megszivattuk hangot, hogy előre jöttünk, de lehet, hogy nem bírok visszamenni, ugye? Ne csináld. Hát akkor old a végig, akkor teljesen vissza ott a metró melletti másik kijáraton. Aki ezt kitalálta, ezt a DLC-t, azért ezzel is elbeszélgetni. Hogy mi volt a kitaláció, hogy legyen egy föld alatti barlangrendszer, és építs össze magadnak egy menedéket. Békönt nem kérdelem rajta annyira. Annak is vannak olyan verziói, igen, amikor nem sütik meg eléggé, és akkor ilyen zsíríze van, az nem jó. Vannak még kibontható falak itt. Hát biztos, igen, csak most itt még nem aktiváltuk a műhelyet, tehát nincs bontás. Egyszer egy héten 52-es bármilyen pizza, azért nem kerülsz a pokolra. Hát nem, de lehet, hogy izé. Egyszer egy héten megeszel egy 52-est, akkor azért ott a kalóriák rakódnak. 30 fölött azért már azzal óvatosan. Azért is el kell beszélni, hogy live-ba csinálja ezt a DLC-t. Menjél innen. Nem tehetek róla. De amúgy nem akarom végigvinni, de hát hogyha már úgy döntöttünk, hogy tényleg megcsinálunk mindent ebben a játékban, akkor már nyomatni kell. Na, unlockoltuk az összes build árját, a volt 88-ban. És akkor most vissza kellene térnem, ugye? Így van, tényleg rengeteg XP. Lehet, hogy itt lehet hagyni majd a csajt, és azt mondja, hogy csaj, hát ez egy ghoul, egy több száz éves ghoul. Néha gyere majd vissza, és akkor adunk ilyen küldiket, meg majd beszélgetünk, meg ilyesmi. Amúgy meg ne izgul túl a DLC-t. Vagy ezt most csak magamnak mondom, bátorításnak. Hogy a francba mehetnék innen haza? Vagyis, hogy Lehet, hogy jobban járnék, hogyha fast travel-el mennék vissza egyetlen a kiinduló pontra, nem? Nézd meg, azt sem tudom, hogy hova kell mennem. Ez itt az állandó lihegés zónája. Ha felvennénk azt a kis kalapot a fejünkre, akkor 10%-kal nagyobb lenne a mozgási sebességünk, amellé a 10% mellé, ami már eleve rajtunk van még pluszban. Mi lennénk a szélvészvágot, csak így zakatolnánk ki keresztül. Ekkora márványtömböt fognál, azt a... Szerintem mindjárt feladom. Ne, hát kajak, most meg kell találnunk, hogy a francba jutunk ki innen. Hol van innen a kijárat?
Szapogassad, faszkalap! Jól van, pipázok közben, te meg hagyjál! Mókibot, te meg nézz utána közben, hogy merre van a kijárat. Bejössz ide, és akkor innen... Erre mentünk, ezt itt már lehet bontani? Ez bontózóna? Ez bontózóna, igen. És tényleg itt van, rengeteg nukleáris hulladék, már látom. Mi a francnak szedném szét? Remélem, hogy ezzel a barikáddal is kinyitottam valamit, ami értelmes. Még valaki le tudott ide jönni, ezt hogy csinálta? Hogy csinálta, hogy hozzáférése lett ez a hely? Ja, hogy itt lett volna egy létrán is le lehetett volna jönni, csak nem tudtad volna ugye kiásni magadnak. Ezek szerint lehet, hogy mindegyik szárnyból van egy kijáratunk? Hát nem baj, hát figyelj, majdnem egy szintet léptünk azért ezzel a hülyéskedéssel, amit itt csináltunk lent. És hogyha itt kijössz, akkor ha visszamész... Úristen, itt vagyunk a Milton Közkórháznál. Nagyon messzire jöttünk el a... 88-astól. Ha a szerető társad közelében fekszel ágyba, megkapod a szerető ölelés extra képességet, amely jelentősen megnöveli bármilyen forrásból eredő XP mennyiséget egy korlátozott ideig. Ez tök jó lenne, hogyha használnánk, ugye? Hogy hívták a barátnőnket? Két? Hú, ez milyen ciki, amikor nem tudod a csajod nevét, nem? Veltik is biztos volt már ilyen. Jöttek új lakosok. Sziasztok, ti vagytok a kísérleti alanyok. Jó szórakozást, Iren. Neked melyik a kedvenc pizzád? Jó kérdés. Amelyik nem hízlal. Nyilván. Várjál, itt jössz be, de itt mész áll. Nem, itt mész be. Nem, itt jössz ki. Nem. Hülyén tett le minket. Kifelé nézett, ugye? Aha, és kijött a felvigyázó. Te vasz, doktor? Doktor? Excuse me. Just a moment. Csak egy pillanat, és már is kezdjük, mondja. Kérlek, lépj előre. Ja nem, nem nekem mondta. Elnézést, én elhittem. Üdv, mondja Barstow felvigyázó. Szóval ez egy menedék, ugye? Nagyon igaz. Egyike lehetsz az új szerencsés lakóinknak. Ugye van kaja ebben a menedékben természetesen, és egy esély az új életre is. Egy-két kérdés először. Mit gondolsz, mi egy jó kormányzat feladata? Kormányzat, mi a fenéről beszélsz? F-öt mentés. Mi a jó fiúk vagyunk. Válaszolj a kérdésekre. Sikertelen. Vissza az egész. Tehát mi a jó fiúk vagyunk. Ah, igen, úgy tűnik, hogy te rendben vagy, oké. Abban, amit hallottam, a kormányok a felelősek azért, hogy minden radioaktív. Nem vagy alkalmas a mi speciális feladatunkra, de üdvözlünk a menedékünkben, az új otthonodban. Ha ő képviseli azt, ami fent maradt, akkor a külvilág sokkal durvább, mint hittem. Készen állsz a következő interjúra? Aha, folytassuk. Nagyon jó ez a hely, tényleg nagyon jó. Mehetek, ahova akarok, ugye? Bizonyos határokon belül igen, de rendelőbb be kérdésem. Jaja, mit akarsz tudni? Feltételezés. Mondjuk azt, hogy a reaktormag le fog olvadni, és csak te akadályozhatod meg. Miért valami gáz van a reaktoroddal? Nem, rendben van, csak tettetjük, jó? Szóval megállítottad a leolvadást, de extrém mértékű sugárzásnak lennél kitéve. Mit tennél? Bármit, amit akarsz. Ha nem bánod, szívesen körbenéznék. Ne verj át minket. Látom, hogy itt valami titoklappang, aha. Én meg azt láttam, hogy te innen valamit elmozdítanál, ugye? Ne verj át minket. Ugye, egy pokoli odafent. Hogyha adsz nekem ételt meg egy helyet, ahol el lehetek, akkor jól fogok viselkedni. Csak ne várd el tőlem, hogy beugrok egy reaktorba miattad, jó? Oké, amíg megértjük egymást, megígérem, hogy adok esélyt ennek a drognak. Oké, maradhatsz, de te nem vagy az, akit mi keresünk. Menj, csak ismerkedj meg az új otthonoddal. Most lehet, hogy nem azokat kéne felvennem, akik... Színes úriember azt mondja, biztos nem alkalmas a kísérleteinkre. Szóval lehet, hogy azokat kéne felvenni csak. Reméljük, hogy harmadjára szerencsénk lesz.
Welcome to your new home. Wow, egy igazi felvigyázó. Annyira boldogát tesz, hogy itt lehetek. A nevem Clem. Clem, ugye? Miért berendezkednél? Lenne néhány kérdés. Jaj, megválaszolok mindent, amit szeretnél. Az jó, a következő a forgatókönyv. Őrszolgálatra lettél beosztva. Tudod, őrt állsz és gondoskodsz róla, hogy a kívülállók ne lépjenek be a területre. De a menedék mélyről hallott, hogy egy nő sikoltozik. Mit tennél? Azt akarjátok, hogy őrizzek valamit? Jó, megteszem. Bármit megteszek, amit csak akartok. De nem hallok sikoltozást, felvigyázó asszony. Aha. Segítenél a hölgynek? Ja, igen, ha azt mondjátok őrködjek, akkor őrködök. És nem hagyom el a posztom, ha csak nem mondjátok, ez így jó. Még egy kérdés. Mit tudsz elmondani az édesanyádról? Hát ő meghalt, de rendes volt. Szeretted volna őt. Egyszer megölt egy földi kutyát is. Hát ez elképesztő. Írd azokat a jellemvonásait, amiket a legjobban szerettél benne. Erős volt a földi kutya miatt, meg etetett. Sajnálom, ez a hely annyival jobban áll a lyuknál, ahol éltem. Jól van, megtaláltuk az emberünket. Mit is találtál pontosan, kérdezi? Önkéntes keresünk, Clem. Valakit, aki segít letesztelni néhány új eszközt, amivel segíthetünk mindenkinek. Érdekel a dolog? Maradhatok? Hát igen. Szeretnék segíteni. Ja, helyesen fogsz cselekedni. Én még mit pörgök ott hátul? Most így vagyunk, Clem. Készen állunk a kezdésre. Először kell neked öltözet, meg megfelelő felszerelés. Ott kell lenni a ládáknak az üdvözlő területen, közel a bejárathoz. Energiát a népnek! Öltöztess be Clemet a menedéki kezes lábasba. Én láttam egyet itt széthordva valahol. És ez 467 XP. Ott van. Clem, gyere! Öltöztessünk be téged, mint egy igazi menedéklakót, jó? Hú, hallod, ezt így, és akkor ez felszerel, meg adunk neked egy Pip-Boyt. Valahol volt egy ilyen, nem ugye? Talán az egyéb dolgok között. Meg is van. Egyes emberek panaszkodnak, de én örülök, hogy itt vagyok, mondja. Aha. Makes me feel safer having you fellows around again. És itt veletek mi történik? Az első menedéklakóink. Micsoda pillanat, de vissza az üzletre. Testmozgás egy alapvetően önző tevékenység. Ahelyett, hogy minden órát, minden percet a közösség céljainak elérésére fordítaná, egy lakos inkább a testét fejleszti a minimum követelményeken túlra. Voltak kigondolta a megoldást, a Power Cycle ezret. Amíg pedálozol, nyers energiával látod el a menedéket. Tökéletes válasz egy terméktelenséggel járó gyakorlatra. A telepesek mindig hasznát veszik az áramnak. Pontosan? Prototípus messze nem tökéletes. Kutatások és a fejlesztések során voltak incidensek. Talán még a váratlan agyvérzés is. Tessék? Jaj, semmi, ne féljesd magad. Ez a modell nem fog azoktól a hibáktól szenvedni. Valószínűleg. Hadd töltsem le a vázatot a Pip-Boyodra. Építs meg és csatlakoztasd egy terminálhoz, hogy kiválasztasd a kísérlet paramétereit. Dolgoztasd meg Clemet, adj nekem energiát. Hát de van nálunk annyi generátor, azok nem jók amúgy. És akkor ide kell jönnöm, le kell szednem, ugye? Fú, barátocskán, várjál. Ez a Power Cycle, aha. Jó, hogy van elég csavarom. Hallod, Clem, hol akarsz tekerni? Ebben a szobában jó lesz. Na. Építs meg, csatlakoztass egy terminált a Power Cycle-höz. Hogy? Hogy kell hozzá csatlakoztatni egy terminált vajon? Tehát ahhoz építenem kell egy terminált is. És hogyha azt mondtam volna, hogy ide teszem így, és... Tessék. Nem, ez nehezebb lesz, mint gondolom. Konzolok? Nem. Hogy érted? Gyereklem, nyomod? Lehet, hogy kellene egy ilyen... mesterkedés? Nem hiszem. Tuti, hogy lesz itt valami. Szállítószalaggyártás is van. Mennyi meg mennyi mindent lehet ebből csinálni egyéb?
Fénydobozok. Voltek lakosságkezelő rendszer. Szerintem ez az, ami nekünk kell, nem? Tekerjük be, így. Aha, és akkor szükséges egy energia. Hát ez kettő termel. Clem, gyere! Ő fogja meghajtani. Már most! De nem. Ez jó szar lesz neked, Clem, hogyha úgy kell itt meghajtanod a szerkezetet, hogy... Hát bizony itt egy generátor fog melletted zakatolni. Tessék! Működik a rendszer, Clem! Jaj, nem ez kell? Ó, oh, de a Power Cycle kísérlet. Puha, Dr. Brown feljegyzései. Imáron eredményes pocsékló testmozgás tiszta energiával fordítja, megbízom a kutatási fejlesztési csapatot, érjen el még többet. Oké. Okay. Lehetne olyan környezeti fokozó? Hát, vezetői jegyzeteket nézzük meg. Dr. Riley csapata kifogások ellenére nagyon eltérő irányt vett a kísérleteiben. Azt állították, hogy a Power Cycle 1000 pozitív visszacsatolással társul, termékenység fokozó, de erős, eszenciális olaj, aromák, levendula vagy édes narancs alkalmazása a Power Cycle prototípus erős kezdeti benyomást keltene. Hallóhatár alatti betétdallal szelít, partot, fedő hullámokat adtak hozzá, energiatermelés gyászos kudarc volt. Nem hiszem, hogy tett beválna Dr. Brown. Paraméterek elfogadása. Engedd, hogy Clem egy órán át tekerjen. Gyere, Clem, nyomod. Some people complain, not me. Just happy to be here. Igen, ezek szerint ez is jó. Na, ott is megy, megy az arcodba a füst, nem baj? Ez minden? Pedálozom, aha. Elég jó munka. Hát persze, jó lesz. Nyomod. Érzed ezt? Soha nem éreztem még ilyesmit, ez múlt gyümölcs. Nyomod, nyomod. Egyes emberek panaszkodnak, de én nem. Én örülök, hogy itt vagyok. Nyomod, nyomod. Hát akkor keresek egy széket, jó? Leülök és megvárjuk ezt. Sőt. Jaj, nyomjad, nyomjad. Én építek egy széket inkább, ha már így alakult. Bútorok. Székek. Így. És hogyha nagyon izé vagy, akkor nézheted is. Kicsit összevisszaság lesz, de működőképes. Ó, az erő páncélos. Szálljunk ki belőle. Vádom ennek a karakternek a jelenlegi power, vagyis hogy páncélzatát nagyon jó. És akkor azt mondták, hogy egy órán át kell tekernie. Addig én lefekszem, jó? Pihenés egy órát, oké. Beszéklemmel. Hoppá! Wow! Preston, te mit csináltál ott? Vagy mi történt? Nem értettem, hogy ez... Most kettő lett belőle, vagy mi a fene? Volt egy kisebb robbanás jobbra ezek szerint. Még jó, hogy kiszálltam a Power Armorból, de még él. Sajnálom, tönkretettem a menedékedet. Csak nagyon izgatott voltam, jó munkát akartam végezni, ezért pedáloztam egyre gyorsabban és gyorsabban. Az egész menedék csak úgy hirtelen, boom. Kérek, ne dobjatok ki. Javíts meg a Power Cycle-t. Aha, és a megjavítása az, hogy lenne, hogy... Megjavítás ezzel? Enter javít? Igen. Enter javít, igen. De most működik, jelents a felvigyázónak. És az egész DLC ilyen kísérletek tömkelege. Mondjuk ebben van poén faktor. Így értem, hogy... Oh, kurva! Megvan benne a vicc, csak hát... Na, megnéztem a Power Cycle adatait. Ha helyesen olvastam a jelentést, levendula és vanília aroma adagolást választottál. A következő kísérlethez kintről kell nekünk valami. A Voltec megbízta a halucigén RT-t egy vegyi kutatással. Azelőtt kellett volna megérkeznie, hát, hogy azelőtt tudod. Ott már jártam amúgy. Mivel a posta szolgálat már nem működik, máshogy kell megoldanunk.
F5 menti és jutalmat akarok. Ha ragaszkodsz ahhoz, hogy ez veszélyes, akkor vidd ezeket a rakétákat. Isten tudja, mire használhatnám amúgy is őket. Az megvan, rátérhetünk a következő kísérletre. És mi tényleg mindjárt ott van a szintlépés. Most ki kell mennünk innen. Nem kell amúgy annyira sokat építeni, hogyha jól látom. Tehát nem kötelező az építés. Az ivóhely. Szerezd meg a kémiai kutatást a halucigénből. Hát de... Ott már egy másik küldetésünk is volt, és most visszavezetnek minket oda. Minden esetre elindulunk aztán. Legalább azzal is telik az idő. Már olyan értelemben mondva, hogy megyünk előre, és lesz XP-zés, és csinálunk is valamit, nem csak itt szarakodunk ebben a építős DLC-ben. A következő részben viszont mindenféleképpen bele szeretnék kezdeni a Far Harbor DLC-be, és akkor utána pedig rámenni a befejező küldetésekre. Nem kötelező, ez is egy menedék. Ergo kelkaja, pia, ágy. Na jó, de hát azokat az ember megcsinálja. Az lenne a legjobb, hogyha egy jeladót tudnék ide betenni, és össze tudnám kapcsolni ezt a területet mondjuk a már meglévő voltjaimmal, mert azok közül mindegyik kapcsolva van mindegyikhez is, és... Várjál, azt nézzük meg, hogy nincs valami, amit meg kell védeni még mielőtt. Aha, Tempines, az viszont meg kell, hogy védjük. R betű. Menjünk oda fel. Szóval, hogyha összeköthetném a többivel, akkor végtelen nyersanyag állna rendelkezésre. Kíváncsi vagyok egyébként azokra az emberekre, akik ezt így teljesen beépítették, meg belakták. Tudod, ilyen tökre igazi voltakat építettek, mert biztos vagyok benne, hogy volt ilyen. Nem is kevés talán. Mi a fene történik itt? Azt a mindenit neki. Legendás fosztogató. Nagyon nehéz eltalálni. Célozzunk a karjára. Ott van. Ha jól látom, volt nála egy gyors vadász puska. Ja, aha. Gyorsabb tüzelési sebesség és gyorsabb újra töltés. De ez 308-ast használ. Szerintem ezt itt hagyom. Megnézem a mesterlövész mellette mennyivel jobb akkor. Há? Mekkora balhézás megy itt, nem? És melyiket lövöd? A fene. Jó, hogy működnek a gépágyúim, nem? Istenem, mennyi vér van itt? Nem, mennyi gép van itt? Mennyi gépezettel sikerült ezeket elintézni? Becsületes munka volt, megy a karavánőr. Nem szokták ilyenkor megköszönni, vagy Prestonnal kell beszélnem? Nem úgy volt, hogy itt XP-t adnak, hogyha megmented az egyik ilyen helyet? Érdekes. Semmi. De tényleg semmi. Preston, hallod? Hol vagy? Hoppá, bocsánat. Előttem melletted van egy percet, Preston. Írt kaptam az egyik településünkről, visszavették a tüzérek támadását. Jaj, ne! Ne, Preston, de nem azért akartam, hogy egy másik küldetést adj nekem, hanem azért, hogy... Aj, te... Ezek szerint ezek a védelmi küldetések nem adnak neked semmit sem. Napfényes hírek kommuna, ivóhely, kémiai kutatást a halucigén RT-ről. A halucigén RT az itt van valahol, ugye? Igen. És akkor itt már voltunk is, meg is van tisztítva. Hát akkor lehet, hogyha bemegyünk, akkor nem fogunk bent senkivel sem találkozni, csak annyi, hogy bemész, felveszed a cuccot, aztán kijössz. Hát akkor így már tényleg egy kicsit endgame-ben vagyunk, hogyha onnan nézzük. Szerintem lesz egy nagy küldünk, ami után el kell döntenünk, hogy melyik oldalra állunk majd itt a nagy Commonwealth-ért vívott harcokban, és utána gondolom van egy ilyen speckó befejezése annak a frakciónak, majd utána gondolom a végkifejlet következik, vagy valahogy így képzelem el. Ez ami Railroad dolog volt, mert a Railroadnak van ott, a vasútnak van egy jelzése a bal alsó sarkában az ajtónak, ahogy bejöttünk. Hát ja, itt ilyenkor, hogyha ennyit fast travelözünk, akkor jobb lenne, hogyha lenne egy mod, ami rágyorsít ezekre a dolgokra, de most már befele mindig könnyebb menni, kifele mindig szarabb.
Főküldi, ez a CIT romoknál van, tehát nehogy véletlenül rámenjünk esetleg. Az is nagyon hasonló kialakításban volt a múltkor, hogy bementünk oda. És látod, itt mindenki holtan fekszik, tehát akkor csak egy dolgunk van, hogy megtaláljuk azt ott lent. Hey. Ja, csak nem olyan legendás tüzér van ide bent, aki észlelt. Akkor hiába van megtisztítva, de még sincs megtisztítva. Ezek meg azok a termek, tudod, ahol mindenféle ilyen hallucinogén gázokkal kísérleteztek, meg ilyenekkel. A chemical leak has been detected. Please evacuate the building. Annak a másik oldala kell nekem. De már. Hát akkor csak így mehetsz körbe. És akkor le kell valahogy droppolnunk. Ezt egy kicsit széjjel lőttük, nem? Volt egy kisebb robbanás talán. A lábunk alatt van, ahova menni kell. Rengetegen voltak itt, rengetegen küzdöttek. Mondom, éppen jókor jöttem, hogy befejezzék ezt. Talán mindent meg is találtunk. Pont alattam van. Na jó, keressünk egy lejutási helyet. Az ott úgy is nézett ki. Innen jöttem be, csak arra indultam el, ugye? Akkor a legendás tüzér az nem itt van. Ó, barátom. Szeretem ilyen retrót, de hol a rákban vagyok, néz, hát pár az izometrikusnak hívnak, nem jó barátom. Tessék! A chemical leak has been detected. Please evacuate the building. Jó, hogy nem szereted az izometrikus nézetű játékokat? Miért? Diablót nem szeretted régen? Ebbe beleraktam egy kompenzált csőpuskát. Figyelj már, én most körbe mentem, nem? Vagy... Tudom, hogy itt jártam, de nem tudtunk ledroppolni. Mi az, ami kimaradt? Hogy melyik játékokkal éri megkezdeni a Fallout sorozatban? Fú, hát jó kérdés. Én csak ezzel játszottam eddig. Úgyhogy én még mindig kíváncsian várom majd a többit is, hogy azokat is kipróbálhassam. Én szerettem az ilyen nézetű játékokat, az ilyen izometrikus kitalációkat, mint például volt a Wasteland 2 egyik kedvenc játékom itt a csatornán. Szia, Oricsigó, hogy vagy, mi a helyzet? De nem találom a lejutást. Hát evakulálok én mindjárt olyat, hogy nem igaz. És hogyha feljössz ide... Volt egy rész, ahol le lehetett ugrani ezekbe a izékbe. Azt a nem jóját. És hogyha itt leesnék, ez segítene? Hát szerintem fölé kell menni valahol. Diablót szeretted a felénél, mindig ráuntál. Akkor nem is szeretted, nem? És így sugárzás nyerünk be. Hát inkább, mint egy nagy pénisz, nem? Reston, na gyere! Jó lesz ez a kis sugárzás neked. Kábítószeres víz. Ja, hát... Végkére is minden csak nézőpont kérdése. Reston Garvey és a királykobra esete. Várjál már, de hol a francba mehetek lentebb? Most miért szivatnak ezzel? Lejöttem itt, de minek? Szar ez a halucigén. Ó, barátom. Én most már visszamennék, ahol leugrottam, de már azt sem látom, hogy hol van. Ne. Ja nem, azt hittem, hogy itt van a ládám, de nincs. Nincs itt semmi, hát mindjárt lemerül a power. Az armorban. Eskü, hogy amikor bedroppoltam, akkor volt egy ilyen ezt keresem. Jó, és ahova mennénk? Itt kell, hogy legyen még egy ajtó, ugye valahol. Egy olyan irányba, hogy a... Please, evacuate the building. Egyszer ültem neki a D2-nek, mindig egyedül játszottam végtelenül, újra spawnol ellenfélponton nagyon monotonná tette. Pont az a lényege, hogy erősebbé teszed a karakteredet, és a végtelen spawnoló enemy egyre könnyebb és könnyebb lesz, vagy egyre nagyobb kihívások elé támaszt. Most vagyunk szerintem legföntebb eddig. Szerintem ott lesz, ahol megtaláljuk a legendás
enemit, ott szerintem ott kell keresnünk majd a lootot is. Lehet, hogy ez levezet az alaksorba, és nekem ez kell. Reston már a másik oldalon van. Nagyon remélem, hogy igen. Nézzük. Ez jónak tűnik. Nem, mert elkanyarodik. Jaj, ne! Milyen hülye labirintus ez. Nem, ez itt van. Ez volt a vége ennek az instának, igen. És akkor ebben a ládában... Jaj, ne már. 88-as meddig kémiai kutatása. És hogyha itt jöttem volna be... Ha a sétányról jöttünk, hát tudtam volna, akkor csak felkapod a ládából a cuccost, ugye, és mehetsz. Hát, ezt nem vágtam, sajna. Na jó, de megvan a cuccendári. Kár, hogy az a legendás szar az nem került elénk, de lehet, hogy be volt bugolva éppen a térképbe, vagy valami, tudod. Fogalmam nincs. És ha most leadjuk a küldit, akkor tutira ad annyi XP-t a 88-as menedéknek a felvigyázója. Overseer-je, hogy meglegyen a kövi szintlépés, és akkor ott meg lehetne rámenni a titokzatos idegennek a felhúzására, hogyha még nem tettük meg elégszer. Vagy éppen nem tudom, hogy rámentünk-e arra már, hogy láncrobbantást okozzunk, hogyha egyenemű meghal, akkor a környéken lévők is felrobbanjanak, mert az nekem nagyon fannak tűnik. Ha más nem, akkor tovább megyünk a lákkágon. Nem, még nem. Még nincs bécsulák. Csulak. Vagy nem tudom. Bocsáss meg, elnézést, nem akartak lecsulázni. Szóval, hogy ott tartunk, hogy a CIT romokhoz kell elmenni, és meg kell találnunk egy olyan gépezetet, ami megmutatja, hogy hogyan tudunk az intézethez elteleportálni. Úgyhogy még nem vagyunk ott, akinek az oldalára állsz kérdésnél, de szerintem írtó közel vagyunk hozzá. Hát ez ilyenkor meg loading screen szimulátor. De legalább kaptunk egy ilyen érdekes gépezetet. Na, megjöttünk a 88-ba vissza. Csak be kéne mennünk. Ez a ki járat? Nem, ez a be. Nem, ez a ki. Kiszalad itt. Hol mész? You're that minute man, aren't you? Garvey. Nem, ez a Garvey nevű polgárőr, nem? Nem, ez egyik jó fiú. Ja, köszi. Ezek itt nagy spanok. Ne felejtsd el támogatni a helyi polgárőröket. Folytasd, amit eddig csináltál. Tessék, fogadd el ezt. Település üzenetet küldött fel, hogy sikerült visszavernünk egy szupermutáns rajtaütést. Aggódnak, hogy a szupermutánsok erősítéssel jönnek majd. Jaj, pedig ilyet még soha nem láttunk, hogy egy random ember rámegy Prestonra, és akkor azt mondja neki, hogy nagy király munkát végzi, nyomod. Meg ad neki valamit ráadásul, soha nem láttunk még ilyet. Még időbe pótolom a vodokat? Fúha. Figyelj, lesz egy 100-120 óra már benne biztosan, úgyhogy hát hajrá. Ajánlom az 1.25-ös sebességet. Csodálatos, hogy elhoztad a kemikáliákat, most pedig másik társadalmi gyarlóságot reformálhatunk, az ivó szünetet. Nem számít, hogy kávé főző, vízhűtő vagy szóda adagoló körül üti fel a fejét, akkor is bosszantó. A Voltec tudósai kísérletet végeztek kísérlet után, hogy lefaragják ezt a hatástalanságot. De az embereknek oktalan késztetést, az emberek oktalan késztetést éreznek a szocializációra, szóval, hogyha már muszáj elpazarolniuk az idejüket, fordítjuk a hasznunkra vegyészettel. Mi? A vegyszerek nem is károsak? Jaj, Clem, túl sokat aggódsz, fiam. Minden, amit megeszel vagy megiszol, vegyszerekből van, hát nem tudtad? Jaj, nagyon érdekes felvigyázó asszony. Ezek csak különleges vegyszerek, kuncog. Ha, milyenek? Ez rajtad áll. De abban, amit hallottam, a KF-esek kitettek magukért a kutatás és fejlesztés. Aha. Minden rendben, bízhatsz bennünk, Clem. Nem az a kísérlet célja, hogy megtartjuk Clem bizalmát. A kollektív jólét a fontos. Építs meg a szóda adagolót és szolgálj fel lakóinknak egy kis frissítőt. Clem, hogyha munka közben megszomjaznál, nyugodtan így áll egy pohár frissítőt. Köszi. Szóda adagoló hatalmas lehetőséget mutat. Jó, nézzük meg, hogy mi kell a szóda adagoló létrehozásához. Ott is van.
Némi üvegre volt szükség. Várjál, mert ez kell egy reaktor, vagy mi a fene is. Az áram az de mi ez a meredékes erőforrás? Ja, hogy itt lehet itt lehetett volna a power cycle-t megcsinálni. Az áramban kell a generátor. Még 7 darab kicsit lehet csinálni. Jó, most működik. Jó. Csatlakoztas terminált a szóda adagolóhoz. Nem kéne idehoznom azt, amit már megcsináltam? Hát most miért kell újra és újra csinálnom egy-egy... Na várjál. Szerintem az egyébben kell benne lennie. Egy ilyen terminál, ez jó lesz? Elméletileg megvan. Most körbe megy minden kábel, minden kapcsolódik mindenhez. Szóda adagoló kísérlet. Étvágy elnyomó. Jelentős hatást értünk el Lipstatin származék, az micsoda? Szintetizálásában a mellékhatások még jellegzetesebbek, hatékonyság figyelemre méltó. Tesztalanyok a próbaidőszak végére 10% BMI-t vesztettek. Volt egy sajnálatos veszteség a termékenységben. Az anyagok közül egyet teljesen elvesztettünk a haláleset miatt, és ketten megtagadták az ágyból való kikelést, de a többiek a negyedét, vagy még annál is kevesebbet fogyasztanak a szabványadagból. Feltételezve, hogy a görcsölést meg lehet oldani, ez a menedék etetéséhez rendkívül kevés erőforrás jelenthet. Ezek hülyék teljesen. És az általános koffein hatás. Egyszerűen feladom Tedet. Ha kielemzi a csapat a bonyolult prezentációját, akkor kiderül, hogy a Z kiegészítő aktív hatóanyaga egyszerűen csak koffein. Sima hétköznapi koffein. Nem meglepő, hogy a tesztalanyok nem szenvedtek káros hatásokat. Egy csapata rengeteg időt szánt az íz és a szénsavasság beállítására. Sőt, mi több, a fókusz csoportnak a nukakólát rakták, hogy javítsák a vonzerejét. Be kell vallanom. Egészen felfrissítő, de utálom Tedet, mondja. Ez jó lesz. Azt hiszem megnyitottunk, mondja. Nem, szerintem arra gondol, hogy kezdhetjük a dolgot. Na figyelj, nem, nyomod. Nem. Mit mondtál? Mi volt a küldi? Még egyszer? Hagyd Clement egy órán át szódát felszolgálni. Azt hiszem itt volt egy ágy bent, ugye? Ja. Na, várjál, erőpáncélban vagyok. Alszunk egy órát. És akkor ő most elkezdi árulni ezt a dolgot, alszunk egy órát. Beszéljünk Lemmel. Lehet, hogy most egy kicsit túltolja magát a koffeinnel. Na mi van, Clem? Jöttél, hogy ellenőriz? Épp érkezett egy vásárló. Akarsz felfrissülést? Mi van ebben? Egyszer ittam Nuka-kólát, de ez a cucc. Ja, vannak benne különleges vegyszerek, mondja. Bármi is, az imádom, mondja a telepes. Beszél a felvigyázóval. Ez lehet, hogy egy jól elsült kísérlet volt. Koffein, valóban javítja a termelékenységet, de most tényleg? És a Power Cycle 2-es sikerével együtt tényleg kezdem megkérdőjelezni a projekt iránti elkötelezettségedet. Még mindig tisztázhatod magad. Ja, hogy nem jóféle kísérleteket hajtatok végre vele? A Hippokrátészi eskü, ünnepélyes fogadalom, miszerint senkinek sem ártunk. Nagyjából ez ezt jelenti, nem akarok poros latin szövegkönyveket fejtegetni. De az orvosi közösség alapvető szentimentalizmusa ellentétes azzal, amit mi próbálunk itt megvalósítani. Az orvosoknak nem szabad előtérbe helyezniük a betegek jólétét. Ehelyett egyetlen dologra, a kollektív jóra kell fókuszálniuk. Természetesen érted? Aha. Elég a filozofálgatásból. Kezdjük a munkát. Ime voltak Foropter. Speciális optometrista berendezés javítja a páciens látását. De lehet, hogy sokkal többet is tesz ennél. A prototípus igényel egy döbbenetes mennyiségű radioaktív anyagot. Az eredményekért megéri.
Nukleáris anyagot mondtál? Ja, mi baj lehet? Bolond biztos, nyugi, ne izgulj a nukleáris anyag miatt. Ezt a helyet választottuk a 88-as menedéknek, mert a felméréseink szerint milyen a barlangokban gazdag uránium forrás van. Ás mélyre és szerezd meg, amire szükségünk van. Hát de az előző küldetésért járó XP-t nem kapom meg, jó napot kívánok. Vagy most fogja odaadni? Á, megvan az ivóhely. És ott van az új szintlépés. Őrület. Mehet is a lánc robbanás. Ilyet még nem láttunk, de nagyon tetszik a kitaláció. Építsd meg és lásd el árammal a látásvizsgáló prototípust. Most már összeszedtem az urániumot vajon? Látásvizsgáló prototípus. Level 74. Ez lesz az, ami nekünk kell, aha. Hát te figyelj, én nem tudom. Random lehelyezem, jó? És akkor ez a generátor. Hogyha most kijön onnan. Nem lehet azt a köteléket ott levenni? Miért nem veszi le? Hogyan lehet a kábel hozzákapcsolást kioffolni? Sugárzás, meg a kisugárzás nem ugyanaz. Szia Steve, hogy vagy Mizu? Hát ehhez szerintem egy még nagyobb áramgyula kell. Akkor most már minden kötődik mindenhez, ugye? És akkor csatlakozz egy tas, egy terminált. Ez miért nem akar hozzá? Jaj! Klem rajta át éppen. Aha, most megvan. És ki kell választanunk a terminálon, hogy miféle dolgot akarunk végrehajtatni, ugye? Látásvizsgáló kísérlet, tudatalatti üzenetek, menedékmonitorozás, javított szemápolás. Szerintem a tudatalatti üzenetekre kíváncsi, ugye? Kutatás és fejlesztés olyan egy pillanatra felvilloló képsorozatot tervezett, amely mikor ismételten többször lejátszódik, jelentős pozitív hatást vált ki a tesztanyagok menedékről és a voltekről kialakult képében, különösképpen a felvigyázóról. Sosem tökéletesítettünk, erre gondol, teljesen egy olyan szemcsepp képletet, amely egyszer volt hatásos és nem okozott hosszú távú szemtraumát, még mindig dolgozunk rajta. Labor további előnyöket szerzett elektrosokkal és fizikai kényszerítéssel, szóval lehet, hogy a gyakorlati próbákon máshogy alakulnak majd a dolgok. Aha. Jó, én ezt kiválasztottam, ez jó lesz. Ezt tetszeni fog Clemnek. Veszi a felvigyázóval és Clemmel. Megvan az első páciensünk, igen. Nem a szemvizsgálat? De ez az. Miért elkezdenéd, Clem? Hogy érzel a gyerekekkel kapcsolatosan? Rendben vannak, azt hiszem. Gondolkodtál rajta, hogy legyen neked is? Nem. Miért kérdezi? Széltalan csacsogás. Na folytassuk! Jöttél a szemvizsgálatra? A forró izé dologgal? Kérdezi a másik telepestől. Ülj csak le! Hát ezek a generátorok búgásai. Szóval mit tegyek? Maradj nyugton! De folyton villog. Azt hiszem, hogy ez normális. Ja, fene, áú, mondja a telepes. Nem működik. Mit csináltam? Folyton ezt látom, hogy engedelmeskedj a felvigyázónak. Hát ez a prototípus egy apróbb hibája. Semmi olyan, ami miatt aggódnod kellene. Ezzel még nem végeztünk, baromság. Mondta. Szia Zsolesz, hogy vagy? Mit játszadozol? Meghívott Clemet meg engem, hogy kísérleteztetek rajtunk? Valamiféle elmebeteg vagy? F5 mentés. Te csak képzelődsz itt. Na, várjál, lesz itt visszatöltés. Mindjárt beadom neki, hogy csak képzelődik. Siker? Biztos? Úgy értem, ez a szemképed... Jó, rendben, de figyellek. Nagyon jó. Lehet a jelentés a felvigyázónak. Tehát az egyik lakunk boldog. Teljesen lényegtelen. Kemény döntéseket kell hoznunk, hogy javítsuk a menedék hatékonyságát.
Helyette minden időt a szeszélyei kiszolgálásával töltöd. Én az emberek életkörülményeit javítom, ezért nem fogok bocsánatot kérni. Nem értelek. Kérlek, a következőt rendesen csináld. Utolsó kísérlet az én büszkeségem és örömöm. Brown doktor és a többiek nyomát követve az időmet a teljesen saját prototípusaim kidolgozásával töltöttem. Ennek a feltevése ez. Mi mind hibás teremtmények vagyunk. Mindünknek vannak saját bűnei. Mi van, hogyha a menedékünk nem próbálja eredménytelenül elnyomni ezeket a hajlandóságokat, hanem inkább kihasználja azokat? Aha, ez visszaüthet. Az emberek sötét oldalával való játék könnyen az arcunkba robbanhat. Az álláspontod ez? A kockázat minden tudományos fejlődés alapjának eleme. A bűn, amit megkísérlek hasznosítani, a tiszta kapzsiság. Ez a vázat egy pénznyerő automata. Úgy terveztem, hogy a lehető legcsábítóbb legyen. Válasz ki a kísérleti paramétereket, és lássuk, hogy működik a gyakorlatban. Jó, akkor mehet a nyerőgépezés. Nem gondoltam volna, hogy a Teach-en valaha ilyet fogok csinálni, de ezek szerint megtörténik. Már is mehet a kemény nyerőgép. Nincsen elég csavarom. Szedjünk szét dolgokat, a megarakodót például. Honnan szerzek elég csavarot? Ja, abból a zirógépből, nem? Amit ott is van, megengedi, hogy szétszedjem. Pénznyerő automata prototípus. Ide rakom le, így. Igen, és akkor gondolom ugyanaz, mint a megszokott rendben. Nem őrposztokat állítok mellé, hanem generátor. Így. Össze is kötjük a kettőt. Oké. És a terminál létrehozás. Lehet, hogy azt a másik terminált kellett volna odahoznom fentről. És hogyha ezt ide rakod. És azt rákötöd. Eddig így is jó. Pénznyerő automata kísérlet. Szerződéses szolgaság. Ügyfélprofilozás. Elvesztett bevétel. Ja, egy közös terminál elég, igen. Szerencsejáték természeténél fogva nagyon csábító. Országszerte a kaszinók milliókat költöttek a csábítás további finomítására. A szóban forgó technikák mélyreható elemzése a nemzetközösség pszichológiájában ma inspirációt adott. A szerencsejáték mint egy pozitív motivációs erő használatára a menedékben. A nagy megválaszolatlan kérdés az, hogy mi a legjobb módja ezen eszköz használatának. Opciók. A. Az eszköz befolyásolhatja a valószínűségét, hogy előbb magához csábítsa az alanyt, majd később megfossza azt minden anyagi erőforrásától. Ez maximális bevételt biztosítana a menedéknek. Ez a szerződés, ez rabszolgaság paraméter. B. Maga a gép lehet egy szabmány szerencsejáték, de... A gép képes azonosítani a viselkedést, és lehetővé teszi a felvigyázónak, hogy kövesse azokat a degenerált viselkedésükkel. Ez az ügyfélprofilozás paraméter. C. Ha van idő egy ellenőrzésre, a visszatérések maximalizálása érdekében állítható a valószínűség, azaz a szerencsejátékosok gyakrabban fognak nyerni, mint veszíteni. Kétségtelenül ez népszerűnek és drágának bizonyulna, de az elvesztett bevétel paraméter csak az A per B paraméter. Tesztelésére kell neki választani. Ennek nem volt értelme itt a végén, de oké, értem. Szóval válaszunk egy mondjuk szerződéses szolgaságot. Oké, mehet. Hagyd Clement szerencsejátékozni egy órán át. Jó. Itt rak itt szállni a power? Nem. Jó, hogy beépítettem itt mindent, mi? Gambaszor? Az olyan, mint a gacsa? Mi a különbség a gacsa és a gamba között? Jó, hogy van itt egy ágy. Jelents a felvigyázónak. Nagyon jó. Hát eléggé érdekes egy DLC, ez mit nem mondja. És akkor ez a végső küldetés, azt mondta. Valamikor fizetnie is kéne, mondta. Csekkoljuk Clement. Ilyen, csak még egy próbálkozásra van szükségem a gépen. A szerencsém megfordul, érzem már. Igen, Clem, sok pénzt kereshet. Az a pénznyerő automata nem sokára fizetni fog, kuncog. Aha. Örülök annak, hogy a gép végül is megfelelt. Akár csak én. Csak egy apró probléma volt a saját prototípusommal. Elkészült végre. Több száz éves tervezés és finomítás után. Az eredmények vegyesek voltak, de a tudományban ritkán történik meg az, amit vársz. Bevégeztem életem munkáját. Azt hiszem, elviszem a vázlatainkat más menedékekbe is. Szerintem most inkább megöllek.
meg kell győznünk, hogy maradjon itt felvigyázóként. A 88-as medicnek szüksége van rád és a vezetésedre. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy elveszítsük a felvigyázónkat. Jaj, milyen megindító. De az érzelgőségnek nem kellene számítani ebben az egyenletben. Valahogy mégis megteszi, maradok, és együtt a 88-as menedéket a remény sugarává tesszük a jövőért. Kaptunk egy... a 88-as menedék legendáját. 15%-kal kevesebb sebzés a gúloktól. Hát köszönöm, ez nagyon jó lesz. Ennyi? És vége a DLC-nek? Miss Mázli, teljesítve. Nagyon sok XP-t adottam úgy nekünk. Végeztél az összes kísérletet, de remélem jól csináltam. Igazán érdekesek voltak, mondja. Mehetek slotozni megint? Persze, menj el, fiam. Jaj, nyomod. Érts meg. Meg kellene értened, Clem. Jó tanács, dolgozni fogok rajta. Alig várom, hogy a legjobbat jutassam a 88-as menedékre. Igen, igen, menjél, menjél. Szerintem ezzel vége is van. Olyan fura, hogy már emberek vannak benne. Hát ja, én is furcsálom, pedig milyen szép nagy hely ez, nem? Milyen gyönyörűen berendezkedtünk ide. Ezek szerint lehet, hogy vége van. Nem látok itt más küldetést, ami hozzá. Vagy lehet, hogy később visszahívnak majd. Ú, tudod, mit kellene még megcsinálni? Össze kéne szedni az összes csillagmagot. Na, az aztán jó szar volna. Azt a mindenit. Na, ott aztán szenvedhetnénk. Egyről tudok, hogy már megvan. Egyet megtalálunk fent a lift tetején. És akkor még 4 darab hiányzik. Van még néhány szörny lent a járatokban. Jaj, nem érdekel engem. Nem, nem, nem. Köszönöm, szörnyekkel odakint is szembe tudok nézni. Biztos érdemes loot meg XP forrás, de köszönöm, ez elég volt ebből a DLC-ből. Hát ezt viszont hamar megcsináltuk így. Én azt hittem, hogy sokkal többet elszarozunk. Nem, inkább azt hittem, hogy sokkal érdekesebb lesz a 88-as volt DLC-je. Egyértelműen nem volt az. De legalább letudtuk ezt is, és akkor ez is bemutatásra került. Tehát, ha akarjátok szivatni magatokat egy ilyen csodálatos kiegészítő tartalom végigjátszásával, mindenképpen ajánlom akkor nektek a DLC végigjátszását. Azoknak, akik még szórakozni is szeretnének, azoknak annyira nem. Bár a kísérleteknél lehet azért hűlni. Az egy megsemmisítő robot, ez tök jó. Ez ilyenkor vissza szokott spónolni. Ez azért jó, mert nagyon sok XP-t ad neked. Állj le, haver, nyomod! Ne állítjuk. Istenem, kilövöm. Ja, hogy ennyire? Holy shit. Egy lövésbe belepusztult a 4,7-szeres sörétesbe. Azt nem hittem volna. És ott is van rengeteg loot benne. Az alumínium nagyon jól jön. Ez egy förtelen madár volt. Láttad, hogy nem félt, amikor közel mentem hozzá? Szerintem valami támadási szándék lehetett benne, vagy ilyesmi. Meg kell védeni az Ebernetit és a napfényes írek kommunáját. El se hiszed, hogy még mindig ezekkel szarakodik Preston Garvey és csapata. Amikor már olyan védelmeket állítottunk ide be, hogy szerintem soha egy csapat nem tudna közelébe érni sem ezeknek a településeknek. Hogyha ezekkel megvagyunk, akkor nagyjából a mai epizóddal is megleszünk szerintem. Akkor ezeket ugyanúgy gondolja, mint a többit, hogy közelmész. Ide raktam egy General Store, de jól tettem. Tehát, hogy először meg kell építeni a védelmet nekik, ugye, ami már meg van csinálva. De ugye nem a tüzérekkel vagy, az egy, hogy tőled segíts nekünk. Jó, igen. És akkor hamarosan jönnek, segíts megvédeni, építs védelmet 100%, tehát akkor most fognak jönni. Jaj, ezek nagyon gyorsan teljesíthető küldetések, hogyha úgy nézed, de... És már jönnek is, aha. A legendás ellenfél átváltozott rögtön. Ez pont egy telepes volt. Upszi. F9 visszatöltés. Hát de nem tudtam, hogy az pont az volt. Olyan volt, mint egy támadó. Hát de hogyan tudod megkülönböztetni őket, ugye?
órás egészen eljönnek a fegyvernek ebből a tábor, többet is tudsz így verdesni egyszerre. Mutasd, mi van nálad? Tűzeszélyes fosztogató jobb kar. Á, most nem akarom közelharci támadókat felgyújtogatni. De amúgy érdekes lehet egy közelharci buildet is csinálni ebben a játékban. Úti vagyok benne, hogy fun lehet, valami gigantikus izé fejszével, amit nem tudom honnan lootolsz ki. Meg voltak azért itt ilyen tőrök is, ilyen legendás, nem tudom, valami ősinek tűnő, ott abból a vízből, barlangból szedtük ki. Nyertünk! Ti polgár örök, tényleg tudjátok, hogy kell harcolni. Persze, hogy tudjuk, hát... Haver, amúgy eléggé király a páncélzet, ami rajta van. Ez 98 kupak és mennyi XP? Ja, előbb Prestonnak kell jelentened, ugye? Bocsánat, ne haragudj, Preston! Jézusom! Azt a mindenit véletlen kapott egy lövést. Ez csak 100 XP. Mit csinálsz, Smokey-bot? De csak annyit mondtam, hogy 100 XP, nem hallod? Beszél telepesekkel a Covenantnál? Ne, hát ez tiszta hülyeség, hogy egyik után a másikat kell megmentened. Nem, ez felesleges befejezni. 100 XP meg 100 kupak, érted? És a végtelenségig ismétlődnek, és kb. Csak ugyanez történik, hogy elvered az éppen arra igyekvőket. Keleti enklávé tábornál volt, mint a Linn erdőség, meg volt a Parson tejcsarnok. A halkonzerv gyár az viszont érdekes lehet, és hogyha jól tudom, akkor erre felé van valahol ez az érintési meghajtó a Wimpop gyárban is. El kéne nézni ide észak-keletre, nem? Én mondtátok, hogy a következő DLC az, vagy az itt van lent valahol? Nem, szerintem az ott kell, hogy legyen észak-keleten. Ja, el is indulunk abba az irányba, de még a DLC-re nem nézünk rá. Az a következő epizód tartalma. Dunwichi fúróknál szerintem nyomultunk már a Hugo odúja. Hát ez nem tudom, hogy mi volt, de elnézünk rá. Milyen napod van ma, Hiri Steve? Mit nyomtál ma? Még egy keveset. Egy-kettő részt megnézünk, aztán utána eltesszük magunkat mára, és legközelebb a Fallout 4-ben Far Harbor DLC fog majd következni. Érdekes, mert itt hagytunk, látod, valamilyen meghallgatható dolgot ott szemben, balra van. Ez egy holosszalag lesz, aminek lehet, hogy hozzánk, tehát hogy nekünk értékes információval fog szolgálni majd. Srácok, nem idegesítenek többé, ez jó szerintem. Mi volt ez? Nem tudják olvasni a jeleket? Azt hiszem, hogy legfőbb ideje visszamenni a bányába, túl epic nem volt. Wow. Nem tehetem, a srácok sosem engednének be, mindet megölhetem, ezt nem akarnák. Itt van az ágyam mellett, úgy lesz töltve van. Ez megőrült ez a fickó. Egy az egyben meg van őrülve. Akkor a Hugo odúja az egy olyan dolog, amit megnézhetsz, de nem tudod kitisztítani. A Dunwichi fúrókkal meg megvoltunk már. Esetleg a halkonzerv gyár, az nem tudom, hogy... Ott fent, amikor itt ezen az észak-keleti területen jártunk, emlékszem, hogy innen már visszafordultunk, mert akkor még nem toltunk a fegyverekre semmilyen damagét, és meg is nézhettük magunkat azért szépen, mert itt fent a nem is tudom, hogy melyik frakciónak a tagjai járkáltak. Támadó szintek, nézd meg, na azokról beszélek. És akkor még nem voltam ilyen szuper kemény. Hogy egy-egy lövésre elind. Hát most már a lopakodás, ugye meg a fegyver, de magét felhúzva. Már egyértelműen nem jelentenek olyan nagy gondot. Meg hát hogyha nagyon akarnának, sem találnának meg. Annyira keményre fejlesztettük itt a lopakodásunkat, és még, hogy még lehetne tovább is. Ott is van egy fent, nézd csak. Hogyha észreveszek, akkor szarban vagy, persze. Nyomjunk be egy redövét, bár nem annyira vészes, de azért inkább rátenném. Kimaxolást. Mondta a legjobb DLC-t, hogy utoljára. De miért, mi ezzel a baj? De úgy szoktál lenni, hogy a
a legfinomabb falatokkal kezded, és akkor a többit hagyod a végére. Pont fordítva, hogy a legfinomabb falatok legyenek az étkezés megkoronázásai. Én inkább az utóbbi vagyok. Én szeretem a legfinomabb falatokat a végére hagyni. Felrobban. Ezt honnan tudta, hogy én itt jövök? Lehet, hogy a szintek jobb detektorokkal rendelkeznek, mint az emberek? Állítólag veszélyben vagyok, most nem tudom, hogy hogy érezzek ezzel kapcsolatban. Rövid célzott lövések. Legjobb sört iszom meg, először utána már nem érzed a többit. De mondjuk ez is egy opció, persze. Miért van náluk ennyi fegyver? A halkonzervgyár, én nem emlékszem, hogy kitisztításra került volna sor. Úgyhogy most benézünk, lehet, hogy van esetleg egy ajtó, amin felülről bemehetünk. Járőröző szint, hol? Jaj, megvagy. Szerencsétlen. Most a hullája hova lett? Vagy elszállt? Vagy... Ja nem, csak beesett a lábam alá. Ez egy... Nem, ez nem az. Én ezt a területet még kitisztítom a mai epizódban. Nem hiszem, hogy túl hosszú volna. És tényleg van bejárat, nézd? Tudtam én. Még a sör az teljesen más, mert ugye ott eltompítja az alkohol az érzékeidet kissé. Másabb, mint egy étkezés. Vagy egy DLC végigjátszás. Tök lenne, hogyha a Far Harbor annyira király lenne, hogy utána az összes DLC a világ legkirályabb DLC-jének tűnne, nem? Csak hát ugye ennek a valószínűségi esélye szerintem elhanyagolható, hogy ilyen valaha bekövetkezne. Kivéve, hogyha annyira jó, hogy nem tudom, onnantól kezdve az a játék a kedvenc játékot is, bármit kakálnak ki a fejlesztők, azt onnantól kezdve te akármivel is, de belapátolod a szádba. Nem úgy tűnik amúgy. Igen, igen, én is azt hallottam, hogy jól sikerült. Állítólag az egyik legjobb Bethesda DLC, ami az úgy az overallban, tehát hogy az összes játékuk DLC közül állítólag az egyik legjobb. Hát nem kezdhetem meg ma este, érted? Most fél órát beleteszünk, még be sem indul a története, de már vége van. Ekkora agya volt annak. Mitől volt ekkora feje? Olyan, mintha itt is jártunk volna már. Mondjuk lehet, hogy mindenhol is jártunk. Csak lehet, hogy visszajöttek a szintek azóta, és azért van. Itt az import és az export, olvassunk bele. Itt annyi, hogy hány ezer... Mennyi? Micsoda? Ja, font. Azért mondom, hogy nem tonna számra viszik ki a halat. Bármint, hogy 145 ezer tonna hal, mert mondom, az nem lehet, hogy naponta annyi. Mi ez a 145 ezer tonna? Nehezen fog bármi is meglepni itt minket? Én nem tudom, Preston, figyelj már, most ezzel meg vagy nem vagyunk meg. Fúziós maga eltávolítva. Ja, itt volt az a rész, amikor le lehetett... Emlékszem... Ja, már te meg mit csinálsz? Emlékszem, itt lementünk, igen, igen, igen. Hogy megtámadott hátulról ez a kis kutyak, aki... Ezt a tálcát még elviszem. Milyen filmet nézünk ma este? Jaj, tudom, van valamilyen dráma thriller, valami Beasts a címe. Tegnap megnéztük a Beast-et, és akkor mellette volt rögtön ugyanabból az évből a Beasts című film, ami állítólag érdemes megnézni azok számára, akik akarnak egy nagy rúgást az arcukban, hogyha mondjuk ilyen xenofóbok vagy ilyesmi. Emlékszem erre a DLC-re, vagy DLC-re, erre a területre emlékszem. Barátom, hogy inkább bezárom az ajtót, ez hülyeség, ezzel a fegyverrel a szintek ellen nem érek semmit sem. Ha majd ezzel viszont fogok.
ezeket szeretik, ez látszik, ez a kedvence. Azt a mindenit mit nyomott, ha tépózba vágta magát majdnem. Hoppá, hoppá. De én nem látom, honnan lő. Ja, ott alattam van. Jó szar helyre bújtál el, kis barátom. Színközlegény, van még egy ott. Ez a VATS egyébként egy marha jó kis szerkezet. És hogyha ezeket kitisztogattad innen, aha, visszajött a loot is amúgy. Az alumínium konzervdob az... ezt mindenképpen elvinném. Luka Cola 2. Szart nem ér amúgy, amit innen össze lehet szedni. Remélem, hogy összeszedtük viszont innen, hogyha volt esetleg magazin valaha, akkor azt elvittük. Hát átverés volt ez a, terület. Azt gondoltam, hogy még nem csináltuk meg, de hát innentől kezdve akkor már látszik, hogy tényleg meg vagyunk nagyjából. Ott délen, amikor elmentünk még a 88-as DLC felé, akkor volt valami... a környéken, amit még nem néztünk ott meg. Kb. Annyi. Ételben én a kedvencemet eszem először, max megmarad a köret, amit a végén eszek. Ja, hogy te úgy szoktál lenni, hogy előbb a, mit tudom én, megeszed a rántott húst, és akkor utána a rizibizit, vagy... ide jó volt ott a vége. Megeszed a rántott húst, és akkor a krumpli püré az meg önmagában marad. És utána még egy savanyúságot rátolsz. Amúgy vannak, akik így esznek, mert hogy állítólag sokkal könnyebb a gyomor számára feldolgozni a táplálékot, hogyha nem keveredik össze, tehát hogy nem ráksz össze három különböző dolgot, hanem egyiket eszed meg, aztán a másikat, aztán a harmadikat. Csak hát ugye azért azért sokat veszítem az élvezeti értékeiből, szerintem legalábbis az étel, hogyha össze-vissza kell külön megkajálni mindent, ami a tányéron van. Erről a lövésről eszembe jutott. Milyen jó lenne, hogyha a Hunt Showdown-ban is így húznám fejre. És ennyi? Készen vagyunk? Reston, hogy értékeled? Aha, meg van tisztítva. És hogyha itt tovább mész, akkor biztos, hogy megtalálod a szuper útot, mert meg is van a kulcs. Sörétes lőszer. Sörétes lószar. És ennyi. Ezt a mindenit neki. Még lehet hallani itt arcoskodókat valamelyik irányban. Szerszámos ládák, meg egyebek. Én egy nagy lootboxban gondolkodnék, az lenne a király. Tele legendás fegyverekkel. Mondjuk az alumínium konzervdoboz sem szaram úgy, csak... és akkor itt visszajössz az elejére, ugye? De nem kéne, hogy legyen Preston, figyelj már. Itt egy ilyen kijárat. Ne, hát kajakörbe visznek. Az egy gránát volt? Mi ez? Mi ez? Ez egy kábel, ami itt... ilyet még nem láttam, hogy egy random kábel így lengedezik. Ebben a játékban eddig nem volt jellemző, hogy dolgok lógnak a plafonról, csak úgyból. Mondjuk érted így egy lámpát, még azt mondod persze, de... annak a hangja messzire százszóval óvatosan. Lehet, hogy nem bírja a jetpackem hangját. Úri egy ember, ez a Preston Garvey. De most megint körbejöttünk. Úramatyám. Alatt Preston, keressük már meg, hogy hova kell kimenni, mert rosszul vagyok. Ezeket a tálcákat lehet, hogy elvi... mennyi tálc. Azt a mindenit. Remélem alumínium. Gyere Preston, ragadj meg te is így 25 darabot, már megyünk is. Már világ összes alumínium tálcáját elviszük innen. Ó, meg széket is. Széket is elviszem. Mindenben van alumínium, az a fegyvereink tápolására szolgál. Egyszerre jó lenni mindent, úgy van meg az ízek harmóniája. Ugye én is azt mondom, hát persze. De állítólag dietetikusok szerint ez nem a megfelelő eljárás a testet táplálására. Nézd, mennyi tálca! De ezekre szolgálták fel a halakat? Azt a mindenit!
Túl vagyunk terhelve, nem bírunk futni, lesz ami még veszem. Az összeset elviszi. És tudod, kiderülne, hogy csak acél van benne. Ezt most eskü megnézem. Egyebek, kacatok. Alumínium van a tálkában. Aha, és akkor darabja egy kiló. Hol van Preston Garvey? Mondtam én, hogy ezeket fel kell szedni. Akkor mégiscsak megérte ezt. És én nem is tudtam, hogy itt ez jön. Ha tudtam volna, akkor már rég nem lett volna probléma, hogy akkor onnan szerezünk ilyesmit. Volt olyan már ugye, hogy egy kicsit rá kellett menni az alumíniumnak az összeszedésére, mert éppen fegyvermódosításokat akartam volna csinálni. Preston Garvey szerintem eltűnt. Látta, hogy felveszek 80 kiló acélt, és, vagy alumíniumot, és akkor inkább azt mondta, hogy hoppá, de nagy Tarzan vagy, haver. Gyere csak, Preston. Ugye, üzleteljünk okay. Már. This is what I've got. Nálam ezek vannak, mondja. Hát nálad mindjárt lesz több is, ne félj attól. Tessék. Tessék, itt van mind. És mind a 80-at elvette, láttad? Nem, csak 69-et. Na, 61-et, bocs. Már rossz az, aki rosszra gondol. Még nem tudom, hogy mi rossz van a 69-ben. Hát mondjuk, de mondjuk, hogyha olyannal kell csinálni, akivel egyáltalán nem akarnád, persze, akkor elég szar lehet. Meglehetősen fostos. Nektek volt már... Mindegy, inkább bele sem menjünk. Inkább húzzunk ki valahogy, megvan a lift. És ilyenkor érkeznek meg. Ja, a múltkor is volt valami, hogy bementünk, megtisztítottuk és jöttünk ki, és akkor... Jaj, ez végtelenségig veri a fejét. És akkor érkeztek meg a támadó csapat erre a helyre, azt hiszem. Ez egy nagyon jó hely, hogy ide fel lehet futni, de milyen kár, hogy mindennel szembe megy, még a lépcső is másik irányban áll. Ott lehet kimenni végre. Ja igen, mert én nem erről jöttem, hanem a tetőről jöttem be. Mondjad azt, mondjam. Mondd még egyszer, hogy mi. Mondd még egyszer. Ja, felülök aztán. Még lemegyünk oda a déli részre is. Azt is látni szeretném, hogy ott mit találunk. Na, ezzel rendesen megágyaztunk viszont a befejező tartalmaknak, azt gondolom. Tényleg jó volt, hogy ma befejeztünk két DLC-t is ebből a játékból. Ez a magániskola, amikor itt voltunk és elindultunk a 88-as menedék irányába, akkor lehetett látni, hogy van itt még valami a környéken. Egyébként meg rengeteg szintet léptünk szerintem az elmúlt néhány epizódban a Nuka World, meg ez a 88-as menedék, ez gusztustalan módon rátolta az XP-t a karakterünkre. Hát az, hogy 74-es szinten vagyunk és most már olyan pontokat osztogatunk szét, amire nem is gondoltuk volna valahogy szétosztásra kerülnek. Jó, persze az alapstatokat meg lehet nyomni, de hogyha megnézel mindent a játékban, én nem is tudom, hogy hány szintet kell ráhúzni, de valami sok egyébként. Tehát, hogy nem is tudom, hogy az összes statpont kihúzás, meg az összes skillnek a kihúzása az valami rengeteg. Van olyan perk, amivel a kacatok súlya nulla lesz? Úgy emlékszem, van. Igen, van olyan. Nézzük meg a teher erős hátat. Plusz 25 teherbírás. Plusz 50 teherbírás. Ha túl vagy terhelve, felhasználod az akciópontjaidat, hogy fuss. Használtad a gyors utazás funkciót akkor is, hogy túl vagy terhelve. Ez rohadt jó amúgy. Ha túl vagy terhelve, a futás 50%-kal kevesebb akciópontba kerül. Ja, hogy... Aha, tehát hogy direkt arra megy rá, hogy túl legyél terhelve, és akkor még szaladgálhatsz ott. Érdekes. Maradj a célponton, célzás nélküli pontosságot mindegyik fegyverrel még fejlettebb. Na ez mondjuk tök jó lehet. Még fejlettebb, pontosságot jobb, bármilyen fegyverrel is tüzelsz. Érdekes, és akkor nem is kell a jobb klikket letartanod, hanem csak ráhúzod az egeret és megy. Állj fel és mondd a szemembe, fegyveres ütés 25%-kal többet okoz. Damage-ben, kétszeres damage, és nagyobb esélye bénítja meg az ellenfelet. Kritikál damage is van. De ez olyan, hogy beverés, oké. Okay. Legyökerezve részben fa vagy. Amíg mozdulatlanul állsz, kapsz sebzés ellenállást, és a közelharci damage-ed is nagyobbat ver oda. Csú-csú, mindenki felszállás erő páncélban ellenfelekbe sprintelve megsebzi azokat és megtántorítja őket. A robotok nagyobb ellenfelek immunisek a támolygásra.
Hát itt nagyobb erő, meg kitartás, hogyha napenergista vagy. Koncentrált tüzelés. Ugyanarra a testrészre irányuló lövéseid a VAT-esben minden alkalommal 10% pontosságot adnak, ez nagyon jó. 15%, 20% pontosság és 20% damage. Na ez marha jó trait, ez nagyon tetszik ez a perk, csak hát hogyha erre rá akarnánk menni, azért itt még kellene szerintem szint lépni, hát nem keveset az érzékelést. Itt volt valami ugye, ami megtolja. Volt egy olyan trait, ami ad arra 2 pontot, nem tudom, hogy hol láttam. Valahol itt. Ez. 22 pont az érzékelés. Ez nagyon furi. 1 pontot költesz el, és akkor az érzékelés itt 2-vel megnő. Vagy ez valami más lenne, hogy... Nem tudom. Erre felé van. Ezt nem láttuk még. Tehát lehet, hogy itt most csak valami furcsán lett lefordítva. Furcsa, hogy az egyik ág, mondjuk rámész a szerencsére, a szerencse ágon a második szintje valaminek 2 pontot ad az intelligenciára, ugye? Tehát ugyanez a logika, és ugyanannyira furcsának tűnő logika ez. Ott mászik fenn valaki. Egy veterán fosztogaték. És oda csaptam egyet, pedig csak vissza akartam folytani a lélegzetemet. Hát mondjuk innen akár ezzel is mehetnénk. Ipszi-hupszi, valakinek elszállt a feje, ugye? Hát ahogy észleltek engem, de hát itt guggolok a bokorbát, ne észleljenek már. Ennyire vagyok látható. Mondjuk mocskosul. Szerintetek ezt nem lehet kiszúrni? Szerintem mindjárt megnyugszanak odafenn. Hogyha lövöldöznek, akkor nem rám teszik. Ú, nézd, mennyien vannak ott fent. Azt a mindenit. És ezt nem fedeztük még fel itt. Hát akkor megindulunk. Látszik, hogy erről a fáról felmelt. Ja, de nekem van jetpackom. Hát akkor mindegy, akkor felszállunk. Hyde Park ennek a helynek a neve. Mutasd magad, gyerünk csak, tessék! Nem annak, hogy én mit csináljak. Annyira jó, hogy van jetpackem. Annyira nem bántam meg, hogy lett ilyenem. Ugye is van. Meg veszély is van. Célozzuk le? Upsi, hupsi, megint csak volt egy durvító. Ja Istenem, mindenkinek a feje szétszáll. Na, felérkeztem. Hát ez sokkal szarabb lett volna, ha alulról kellett volna megmásznom, gondolom. Gyönyörű, mi loot van itt? És ez a vége ennek az instán? Mi ez? Igen, ezek a felhők, ez valami grafikai bug lesz. Na, mi ez? Ezt a halon eszik a kutya, nem látod? Amint hogy belőled. Ez nem tudom, hogy ez mi lehet. Jaj, tudod mi? Szerintem a jetpacknek a füstje ott maradt valahol a seggünkben. Szerintem azt láthatjuk itt éppen. És akkor... Aha, aláírás a szomszédaid. Várjuk már, hogy végre találkozzunk. Érdekes. Itt lehet, hogy végigvezettek volna minket egy történetet, hogyha nem szálltam volna fel így. Jó volt a csapás amúgy. Cat Power Armorban mit ér? Ó, Grognek a barbár. Fegyvertelen közelharci kritikus damage-ed 5% sebzéssel nagyobbat okoznak. És itt van egy kezdő szép. Én nem találtam meg ezt a kacatok súlya nullát, de lehet, hogy van ilyen. Utána kell nézni a Google-ben, hogy van-e. Ha megvan a magazin, és megvan a végső láda, szerintem azt jelenti, hogy ha idáig felverekeded magad, akkor ez a terület kitisztítottnak minősül. De lehet, hogy több mindent is lehet innen összeszedni, és lehet, hogy más irányok is vannak. Nem, látod a hányban? Hát ez tényleg ennyi volt. És végig kellett volna mennem ezeken a... Szegény. De kiteregették. Ott van valaki. Vagy legalábbis ott volt. Nem, ez a Hyde Park, ez ennyi. Biztos, hogy volt itt egy jó sztori, csak nem itt kellett volna.
Néztem és nem találtam. Akkor lehet, hogy rosszul emlékszel. Én nem tudom. Nekem is most, ahogy mondtad, így rém lett, hogy jaja, biztos van valami. Vagy kéne, hogy legyen legalábbis. Ezek szint nem volt. Szétszórt Lázár puska. De mi ezen végig szaladtak? Vagy Preston volt ez, ahogy jött fel lehet? Ja igen, mert itt aktivált szinte minden trappet, ami az útjában volt. Ó, micsoda narkó van ide elrejtve. Még vértasak is van. Na hát tetszett ez a mai Falloutozás. Tetszett, mert örülök, hogy a végére jutottunk kettő olyan tartalmi résznek, amivel szerettem volna végezni, és ez a város, ez víz alatt van. És ez azt jelenti, hogy itt más dolgok is lesznek. Nézzünk körül. Nem, nagyjából itt ezen a ponton állva mindent felfedeztünk, tehát nem jelzi, hogy volna még más. Tök jó, hogy át tudok ugrani egy másik házra. Ez nagyon menő, és hogyha meg kell várni, hogy visszatöltődjön. Tehát, hogyha ez lett volna már a játék elejétől kezdve, akkor könnyebben... Ó, na hát... Ez megint az a fickó volt, akinek ott voltak ilyen tornyai. Igen, 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 az, az. Ott ül a fánál, és Isten tudja miért veszi körbe magát ilyen lövegekkel. Állítólag észleltek, én nem hiszem. Vagy nem tudom. De mi észlelhetett? Mikor ilyen hangosan érkezik, azt észleljék is. Abból a házból lehetett volna akkor körbejárni, hogyha jól látom. Hát így azért könnyedebb. Könnyedebb a felfedezgetés. Megcsináltuk ezt a részt is, szerintem Poseidon energia és Quincy rendőrállomás, Quincy romok megvoltak, az atomajátékok gyár az megvolt, oda volt egy küldink. Szerintem a Warwick tanyán talán ott volt egy NPC, akinek vinni kellett dolgokat. Látvány szigeten ugye megcsináltuk ezt a Mercer menedékházra, én már nem emlékszem, hogy ez mi lehetett, de az is megvan. Ott még lehetne építkezni, na mondjuk oda szívesebben építkeznék, mint le a barlangba, mert az teljesen hülyeségnek nézett ki. És... most ezek a megtisztított területek azért lettek nem megtisztítottak. Teljesen random, hogy melyik áll vissza, meg melyik nem. Rendőrkapitányság Cambridge-ben szerintem már megvolt biztosan és többször is. CIT romok a következők, meg a Far Harbor DLC. Az adatokat elnézve ezt ki kéne offolni valahogy. Ezt a kettőt, meg a Capit is ki kellene innen offolni. A romos felhőkarcoló, ez tutira egy... jól sejtem, egy... vasúti küldetés. Állíts fel, ami lát. Nem, ez lesz az szerintem. És ez hol van? Ugyanúgy bent a városban. Egyik itt, a másik pedig ott, aha. És ez a Cabot ház mellett volna. Hát ezekkel el lehet még szarozni, hogyha valakinek olyan igénye van rá. CIT, ez a fő küldetés. Érdekes amúgy, hogy nem jelölik meg, hogy melyik küldi fő sztori és melyik mellékszál. Testvériségi írnok megvan. Szerezd meg az érintési meghajtót a Wimpop gyárból. Ez is valami DLC, de lehet, hogy ez a Far Harbor, nem tudom. Beszélj a Piperrel. Ez nagy kár volt, hogy ezt nem tudtuk megcsinálni. Nem, a Nakano házat mondtátok, ugye? Hogy ez volt az. Szerintem ennek kell annak lennie. És akkor, hogyha kioffolnám ezeket, CIT az majd jön, az írnokot például mindenképpen, ezt még bent hagyjuk. Most elkezdjük megnézni, hogy melyek azok. Oberlandet nem mentjük meg. Elkezdjük megnézni, hogy melyek azok a küldik, amiket szeretnénk, hogy bejelölve legyenek. De szerintem ez a Piperrel való beszélgetés, ez a legrosszabb az egészben, hogy el kell menni ide egy Gyémántvárosba, és ez szarrá bugolta magát. Annyira jó lett volna, hogyha azt ott vihettük volna valahogy tovább azt a questet, és totál nem akart működni. És emiatt szerintem a csajszín nem is tud mellénk szegődni, mint társ. Nem tudom, hogy mit adott volna az ő pörkje. Nakano a Far Harbor? Köszönöm szépen, jól Orex. Király vagy, köszi. Piper az meg itt nyomulna valahol, de... ugye? Tehát ő volt az, aki itt dolgozott újságíróként még annak idején. És hogyha bemész ide a nyilvános történésekbe Piperhez, vagy nem lesz itt, vagy nem is tudom már mi volt vele a baj, de... vagy nem akart velünk beszélgetni. Or, you know,
Hey Piper. Head my way. De is erre tartasz? Jaj, ez az. És akkor gyerünk. Sure, let's go. Csapassunk, meg lesz. You listen to her now. Hallgass rá, Piper. Ő lesz, aki távol tart a izétől, jó? Where's the fun? Preston, menjél vissza kérlek a izére, a menedékdombokra. Na, ez tök jó, és akkor mostantól jöhet velünk, és akkor lehet, hogy folytathatjuk a küldetését. Na, hát és ezt miért nem engedte eddig megcsinálni? A végére minden összeáll. Hey, shoot! Most az van, hogy Preston az most elment, ugye? Nem tudom, hogy még utolérem-e. Ezt úgy kinyitotta, hallott, hogy nem, úgy bezárta maga után, nem tudtam kinyitni. Az van, hogy nála van, nem tudom, 80 kiló alumínium, és azt azért mondjuk még elvenném, ha még itt lenne, de... ott megy, könnyű kiszúrni azért, szép ruhája van nagyon. Jó, most beszélni erről? Micsoda? Értékelem a bizalmadat, hogy így megnyíltál előttem. Oké. Okay. Kész voltam feladni mindent. Oké. Románc? Nem, kisbarátom. Nem, kezeljük a helyzetet profiként, jó? Oh, sure. Jó, igen. Nem akartam, hogy kényelmetlen legyen neked. Vissza kellett térnünk később rá. Nem, Preston, az alumínium tálcára térjünk vissza. Cserélésbe, úgy. Na, erre van nekem szükségem. Amúgy aranyos volt, hogy így felajánlotta, hogy nem csak a tálcán, vagy lehet, hogy tálcán kínálta volna fel az egyéb részeit is, ugye? Ezt nem lepődtem volna meg tőle, ezeket a... Adi szalagokat, fogaskerekeket és egyebeket meg visszük magunkkal. A szép ruhájában azért... De mondjuk, hogyha elvenném tőle ezt a ruhát, akkor lehet, hogy ráadhatnám a többi karakterre is, akik velünk jönnek. Hi, 495 kiló. Csak nem tudom, hogy hogyan. Ja, gondolom úgy, hogy rászerelek valami mást, ugye? No problem. Ja, de Pipernek is biztos, hogy jót tenne egy ilyen szép ruha. Most ő hol van? Ja, őt meg itt mászkál. Hát üzleteljünk már, mostantól te vagy az új haverom. Láttam, te nagyba cigizzel. Remélem nem szívod el azt, amit adok neked. Bár nem lepődnék meg, hogyha a játékban lenne egy ilyen dolog, hogy be van építve, hogyha valakinek van káros szokása, és odaadod neki azt az adott dolgot, akkor azt így elfogyasztgatja szépen lassan. Na, elég sok minden elfért nálad, látod? Jó, ezt nem hittem volna, hogy szükség, vagyis hogy megoldható lesz valaha a vele való beszélgetés. Most az a kérdés, hogy mi a következő feladatom? Beszélj vele. Mert lehet, hogy itt bugoltunk be. Milyen Blue? Miért hívsz engem Blue-nak? Mert menedéklakó vagy. Ja, most éppen nem visel a kék overall, de a pipa és az a partra vetett hal kinézett. A hülye nem jön csak rá. Itt van az ajánlatom, kell ez az interjú, az élet egy nyomtatásban. Itt az idő, hogy Gyémántváros külső szemlélő szemével lássa a nemzetközösséget. Egyébként meg már így is veled lógok, akár össze is hozhatnánk egy jó kis interjút. Ja, csináljuk, mehet. Jó, térjünk rá a dologra. Nem, hogy a menedékből jöttél. Hogy léred le az ott töltött idődet? Le voltam fagyasztva. Nem töltöttem el sok időt a menedékben. Mi, hogy bezártak egy hűtőbe egész idő alatt? Azt állított, hogy a háború előtt éltél. Igen. Több mint 200 éves vagyok. Az időn kívüli nő. Akkor látod a nemzetközösséget, Gyémántvárost? Mennyire hasonlít a régi életedhez? Hát... Van egyáltalán hasonlóság, az itteni világ közel sincs ahhoz, hogy milyen volt ez régen. Honvágyad van. Nem mondhatom, hogy hibáztatlak érte. Az interjú végére szeretnék valami egészen különlegeset. Közvetlenül Gyémántvárosnak nyilatkoz. Az ember rablás fenyegetését figyelmen kívül hagyják a nemzetközösségben. Mindenki úgy tesz, mintha nem is lenne. Mit mondanál egy valakinek odakint, aki elvesztette a szeretteit, de talán túlságosan fél vagy elfásult ahhoz, hogy megkeresse őket? Hát... Bármennyire is fel akarod adni a blablabla, ezt véletlen elnyomtam. Ez minden. Beletelik majd egy kis időbe összeolózni ezt az egészet. Azt hiszem a történetről lesz mit mesélni, meg beszélni itt a városban. Indulnunk el, meg köszönöm. Ezek szerint ez az interjú volt a küldetés. És akkor csak akkor tudtad megcsinálni,
hogyha ő már veled van, mint társ, ugye? Majd utána kell nézni, hogy milyen perket ad, hogyha vele kimaxolod a viszonyt, és hogy mi kell ahhoz, hogy vele kimaxolod, hogy mondjuk, hogyha a Far Harborba megyünk, akkor gondolom Valentine-nal kellene mennem, és nem pedig vele állítólag. De tök mindegy, mert most ezzel most letudtunk valamit. Mi ez a szintetikus igazság? Ja, ezt ő írta, aha. Friss meat right here. Éppen itt. Let's see what you have. As fresh as... Nem, csak húsféléket lehet venni. Mókus húst egyébként érdemes lenne itt beszerezni, mert csinálunk bele olyan főzeléket, amit a múltkor mondtatok. Kicsit kemény volt az alvás este, látom. Hát jó, akkor húzzunk ki. Itt lehet még lőszert vásárolni. Ez a weaponry? Igen, igen. Megnézzük, hogy miféle fegyverei vannak. Milyen új csaj? Arturo Rodriguez vagyok. Ha védelemre van szükséged, beszéljünk róla. Aha. Szóval nála lehet venni rengeteg lőszert. Érdekes, hogy a 762-es itt nincs. Hogy milyen lőszer az? 762, igen. Védelmező bal és jobb karvédője. Hát, hogyha erre használsz, vagy elköltesz 8000-et, akkor az emberek meg a szuper mután csak kevesebbet ütnek oda 15%-kal. Felajánlotta nekünk eléggé olcsón 22 kupakért a dákóját is. Ezt én most köszönöm szépen, nem igazán elfojtott automata erők páncélkeret, igen. Szart se lehet tőle venni, jól látom. Hűséges öreg. Dupla damage-et okoz, hogyha az ellenfél teljes életerővel rendelkezik. Ez mennyire egy szar? Nagy fiú. További lövedék kilövése a Fat Man-ből. És 49 mini atomom van. Tehát akkor 49-et lősz, de igazából a becsapódás az sokkal több attól. 98 darab. Oda egy kimaxolt robotot vinnék, de a te döntésed. A Far Harborba azt mondta, hogy Svent vigyem el. Állítólag a Nick Valentine-nak kell oda jönnie. Azt mondták a többiek, hogy az az ő DLC-je, mármint hogy a neki való. De lehet, hogy csak azért, mert olyan dolgokat kell ott végrehajtanod, amik a vele való kapcsolatodat mélyítik el, vagy van ott esetleg valami külön dolog. Hát elvihetjük magunkkal persze a kis barátunkat, Svent is. Nem izé ez. Hogy ide feljövünk a menedéknapot. Legalább ki tudjuk rakni a cuccokat még. Ha feljövünk ide, akkor itt mászkál Sven, a mi kis robotunk, akit szerintem lánctalpakkal és minden egyébben felvérteztem már. Akár ő is jöhet velem. De én nem hiszem, figyelj, level 74, majdnem level 75-ön vagyunk. Nincs, ami megáll előttünk. Tehát a damage ez a 4,7-szeres szorzó, meg hogy nem igazán látnak, mert úgy lopakodunk, mint egy macska a sötétben. Meg úgy beleolvadunk a környezetbe, mint egy kaméleon. Sven hol van? Huh? Szemetes Kárla már megint be van tépve. Hol találhatjuk meg Svent? Vagy lehet, hogy elküldtem? Lehet, hogy azt mondtam neki, hogy menjen egy másik helyre. Cardsworth, azt hiszem, hogy vele kimaxoltuk a dolgainkat talán. Itt van Valentine. Nem, ez a Voltek felelős, de nagyon hasonlít. Fallnál Borsod vármegyéje. De már vármegyének mondod a megyét? Azt a mindenit. Így még soha nem hallottam senkitől, aki mondjuk nem egy pult mögött ült és kötelessége, hogy így nevezze. Jó sok minden van itt is még. Én nem tudom, hogy Sven merre jár, de lehet, hogy majd ránézünk, ahogy most egy, ott van egy terminál. És akkor az megmondja, hogy merre járnak a társaid. Vagy lehet, hogyha az is még jó kérdés, tehát hogyha felmész ide, és ahol módosítanád a karaktert, és módosítod, akkor visszaáll oda az eredeti helyére, ugye? Ez nem is hülyeség. Azt hiszem, itt van a robot átalakítom, ez az, igen. Ja, hogy erőpáncélban nem lehet. Ez az új automatron. Aha, mert elvesztette a nevét. Ja nem, várj, no fucking way, most várjál. Ez most akkor mégsem az. Az automatron lett az ő neve. Igen, ő Sven, itt van az agya benne.
a Skyrimből. Speckó módosítások, van rajta egy M-SAT, hát azt most már rajta is hagyjuk. A feje az jó úgy. Működtető keret. Szerintem itt ilyen kuklops sisak is lehetne. Nem, hát akkor hogy néz neki az agya? Mondjuk páncélos mehetne rá, nem? Nagyobb lenne a sebzés ellenállás, de mégis ott maradna az agy benne. Ez mehet, persze, hadd szóljon. Még a végén megcsináljuk neki. És ez a Robobrain fej, ez az egyetlen, aminek agya van, ugye? Átja az Assaultron fejlézerrel, még erősebb lehetne, persze. El kéne nézni, szerintem az a legjobb, hogyha ilyen lábai vannak, mert akkor könnyedén tud utána szaladni az eleminek, de azért ezek a szögbelövők meg működtető keret. Mit csinál egy működtető keret? Gonosz lemez. Voltaikus keret. Ja, itt a hatat itt ki lehet maxolni. A működtető az annyi, hogy... ez volt a maxos, amit elérhettünk, és akkor itt lehet jobban eldurvítani. Hát ja, de tekintve, hogy mennyi igénye, mondjuk tele vagyunk cucca. Hidraulikus keretet rakunk a páncélzat, az milyen lehet rajta? Nincs semmi rajta. Érdekes, hogy nem raktunk rá páncélzatot, pedig ide is lehet nyomni egy ilyen uszító mérgező. Csökkenti a teherbírást az összes, kivéve a hidraulikus keret. Na hát itt gusztustalan tankosságot lehet neki még. De miért tüskés nem ezt rakott oda? Ez micsoda? Ez ami hülyeség volt. És ez volt akkor a jobb karja. Nem a bal karja. Gatling lézer fegyver. De mi? Most teljesen más a két különböző kar. Na várjál, a bal kar. Az egy őrszem balkar, és akkor ezen van ilyen hidraulikus keretek. A jobb kar, az egy működtető keret. De hogyha ezt felépíted, annak miért van kettő? Lehet, hogy a fegyver határozza meg. Gatling lézerágyú van rajta. És akkor itt ilyen... kovácsra szükségem lenne. Hey! Horror Newsy! Szevasz, jó estét! Hát hogy vagy? Nagyon köszönöm neked az 1000 bitet, azt a mindenit, nagyon szépen köszönöm a bögrét, mindenkinek ajánlom, nagyon menő darab, ugye? Hát szerintem is, nekem is nagyon tetszenek a bögréink, és nagyon örülök neki, hogy neked is tetszik. Hogyha gondolod, küld el, hogy milyen a Dixordra, hát ha másoknak is kedvet csinálsz vele. Amennyien kértek egyébként, amennyien kérték, hogy legyenek ilyen rendelhető cuccaink, annyira kevesen kértek belőle már később, tök meglepődtem rajta, hogy 3-4-en rendeltetek mindössze, de nagyon örülök neki, hogy tetszik, mert szerintem is tényleg marha jó. Nuka-Cola kvantum lövedéket üzel? Hát de a szarásig megtolja a damagiját. Instabil robbanó minigun. Nuka-Cherry kilövő. És a Nuka-Cherry az még durvább, mint a kvantum. De ez olyan, hogy... hát én esküszöm, kipróbálom, nem tudom mi ez. Kemény volt ez a... ami rá volt szerelve már eleve. De hogyha állítólag ennek itt nagyobb a damage, mert szerintem ennek nagy AOE damage van, ugye? Ez meg szerintem valami pontszerű damage. Én köszönöm, nagyon kedves tőled, hogy írtál, nagyon örülök. Akkor a bal karja, az meg a szögbelövő. A bal karba is lehetne csinálni valami vörös űrlézer. Nem, szerintem a szögbelövő az nagyon nagy damage, ugye? 251-es, aha. Tökkentett tűzgyorsasága. Na jó, de hát hogyha egyszer megnyomja, akkor mocskosul meg van nyomva. Volt valamilyen lézer Gatling. Gamma ágyúval is lehetne szórakoztatni. Villámvetés. Oberland állomás sérülés szenvedett, hát ne haragudjanak. Érdekes, ez a karja erősebb a kvantum kilövőnek köszönhetően. És akkor ez a Gatling lézer volt rajta. Nem tudom, hogy az miért különbözik, hogyha jobb vagy bal kar. És ha ide meg egy izért raksz, egy ide is Nuka-Cherryt raksz Sven kezébe. Nem, ide menjen a lézer, persze. És Gatling lézer az jó szar volt, amikor legutóbb használtam. Felső teste, ellenálló mező. A regenerációs mező, az érdekes, a környezetet gyógyítaná.
Robot szakértő 2-es, nem tudom, hogy az miért nincs meg nekem. Kis hidraulikus keretet lehet rátenni, mert a működtető... működtetőhöz képest szerintem az jobb lesz. És az első működtető az mit csinál? Az is hidraulikus. Jó, megtápoltuk a lábaknál, mi van? Áruló páncél, jobb láb működtető helyett hidralika. Bal láb. Szarba lesz tápolva Sven, szarba, és nézd meg milyen nagy lába van. De most miért rakta vissza ugyanazt? Azért. Közép, nyári, táron, hidrolika, most vajon melyiknek van nagyobb teherbírása? Ez a középső, ez jó lesz úgy. De most ez nagyon furcsa nekem. Most megcsinálsz valamit és nem azt rakja fel. Rohadt érdekes ez. Lehetne lánctalpas kitaláció, őrszemlábú, űr őrszemlábú, ez is nagyon vicci. Ezt meg is tudod neki csinálni amúgy, hogyha olyan ott van. És akkor beakad mindenhová, ezért jobb, hogyha jelenleg ilyen lába van, mint most. Na, Sven! Utasd! Elég király robot lettél, Sven! Mi? Mi az én hibám? Nem, hagyjál békén, Sven! Már a Skyrim óta várja, hogy velünk jöhessen és küzdhessen az ellenséggel. A bal kezében Nuka-Cola folyik, a jobb kezébe fordítva. Az meg egy Lázár Gatling. Jó, mi Piperrel fogunk tovább menni, de az jó, hogy most őt tudjuk, hogy itt van. Tudunk most már filmezni, megcsináltunk szerintem a Fallout 4-ben mindent, amit megszeretünk volna. Esetleg még lepakolhatunk, esetleg odalent, de szerintem már készen is vagyunk. Majd a következő epizód előtt remélem, hogy írtok majd nekem, hogyha vannak kedves vodnézők, vagy valaki, aki vágja ezt, hogy miért akartátok, hogy a... Heads up. Miért akartátok, hogy Valentine jöjjön velünk inkább, meg hogy az vajon hol lehet? Egy csávó... Jaj, levettem a kalapodat, ne haragudj már. Akkor mindegy, most már belesz ide téve. Hogy őt is hol hagytuk el vajon? Nem tudom. Mert Piperrel is meg kell majd nézni a pörköket, hogyha kimaxolod a viszonyt, akkor mi történik. Svennel egyértelműen nem történik semmi, hogyha jól látom. Tehát, hogy őt, hogyha megépíted, akkor őt viheted, de egyébként nem. Nem ad neked extrát, ha jól gondolom. Lehet, hogy ez viszont a izéből... Lehet, hogy itt az az extra, hogy ez a móka mértéke, hogy lehet egy ilyen robotod, nem tudom. Szívesen mennék vele, mert most már annyira tápok vagyunk, hogy tök mindegy, hogyha mellettünk lévő robot is nagyon durvi. Elég jól néz ki, és elég kemény. Tettünk rá. Fáradt vagyok itt, elnézést, nem tudok pofázni. Hát innen megyünk akkor legközelebbi epizódunkban tovább, és nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Zsemlek, úgyhogy nyerte a Wasteland 3 kulcsát. Köszönöm szépen mindenkinek a mai támogatásokat, és nagyon köszönöm Horror Newsynak is. Nagyon hálás vagyok neked, remélem, hogy sok örömödet fogod lelni a bögrédben. Szerintem igen királyok, amiket The Ark csinál, és a két kezével gravírozza bele ezeket a dolgokat. Na, köszönjük szépen az xzone.hu-nak, hogy támogatták a csatornánkat, és köszönöm a kedves patronusainknak is. Sugárzás miatt én voltam Valentine-nal, de semmi extra. Ja, hát mondjuk lehet, hogy extra szövegeket tolod, tudod, vagy ilyesmi, erre tudok gondolni esetleg. Ugye ti is szeretnétek támogatni a csatornánkat, hogy minél több ilyen végigjátszás lehessen, a vodok leírásában van mindenféle információ ehhez, illetve lent a panelek között, és mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogyha támogatjátok az itt létünket, ennek az államnak a fennmaradását. Köszönöm a patronusainknak, Szilajkának, Barkatának, Oldmurklóának, Feketereteknek, Szuzinak és John Zutyinak, Pukibuminak, Dorcsicnak, Sajtos Telfölösnek, Velkornak, Bradacsbének, Bekkának, Zsolt B-nek, Banyegnek, Lódernek, Goremnek, K. Péternek, Joninak, Istinek, Zsószinak, Gévincének, Foltinak, Vitamin S-nek, Grundárnak, Dark Dawnnak, HB 2017-nek, Kat 81-nek, Deárknak, Deftornak, Dominiknek, Spektrálnak, Inter Cizának, Peki Petrának, Zsolcnak, Jaranzónak, Trilobitának, Ször Lófinak, Korinak, Kolkernek, Simon G-nek, köszönöm Kismarcinak és Irengardnak, Esztibornak, Engábornak, köszönöm Babhercegnek, Haxorznak, Vordamnak, Sessannak, Nabu95-nek, Benesannak, Zsé Istvánnak, Sarumunnak, az Astromókusnak, Ninja Kölnek, Kulerznek, a titokzatos 53-nak és 54-nek,
Köszönöm YouTube-os támogatóinknak is, V. Balázsnak, V. Ádámnak, Bab Hercegnek, Butchernek és Neon Macskának. Jó éjszakát és jó pihenést kívánok, találkozunk ugyanitt majd a holnapi estén is, és meglátjuk majd, hogy mivel megyünk. A hétvégén lesz Songs of Conquest, lesz szerintem Darkes, és a következő hetet lehet, hogy megint Frostpunk-kal indítjuk majd. Na csáááá!